összes a kamera. Jó, Istenem, ez mi volt? Ez egy nagy orr volt. Sziasztok! Csodálatos, szép estét kívánok mindenkinek! Én éppen most takarítok. Ne kérdezd, hogy miért most, mert most van időm. Úgy takarítási van. Ugye mindennapos. Szia, Klaudi! Hellóka! Szia, Krisztina! Sziasztok, sziasztok! Egyébként már nem akartam bejelentkezni, mondom, hogy hogy takarítsak, de most már mindegy, mert sokan írtok, hogy hol vagyok. Sziasztok! Szia, Viki! Sziasztok mindenkinek! Szia, Krisztián! Úristen, te is itt vagy? Rég nem láttalak. Szia, Krisztián, vártalak. Már igen, azért jöttem fel, mert már nem is tudom, hanyadik néző írt rám, hogy szia, Keti. Nem is tudom, hanyadik néző írt már rám, hogy hol vagyok. Na hát most ilyen inkognitóba lesz a live, gyerekek. Na közben takarítok. Amit el tudok olvasni, azt elolvasom. Szia, Tina, annyit takarítasz, pihenj, álmuszáj, magas fényű itt minden, gyerekek. Hallod, már hozzányúlsz valamihez, már gatya? Sajnálom amúgy, hogy nincs rajta ilyen fogó, tudod? Sziasztok! Hát, a könnyebben megy így a takarítás, ezért is gondoltam, hogy... Szia, Mária, sziasztok! Na, mit főztetek, mit csináltatok, máma? Satöbbi. Szia, Lenke! Szia, Tina, most fürdök, mert holnap suli. Igen, millió puszi, drágaság. Sziasztok! Parfümökre mennyire tartósak, férjem, profi? Nagyon tartósak. Parfümök 2000-be, csak a klasszikus. Oké. Hallottam, lesz közönség, tele segít. Ó, Krisztián, nagyon-nagyon szépen megköszönném, ha segíteni nekem. Jaj, sorry. Elcsittelek. Szia, Zoli! Igen, most elcsittel. Végre. Mert mindig le vagy mostanában maradva, nagyon. Megfőztem, vagyis hogy csináltam magamnak enni, de semmi étvágyam most már, így. Mi újság? Szia, Klau! Hát, szerinted mit csinálok? Mint mindig. Takarítok. Puszillak, szép estét nektek is. Gyerekek, mióta esküszöm itt ebbe a házba lakok, rendesen unatkozok. Tényleg. Mert ahogy a reggel ki van szépen takarítva, meg van csinálva minden. Mert vártam, hogy jelentkez, zöldborsó főzeléket főztem tükör. Az finom. Én meg csináltam ugye frankfurti levest, még abból volt. Meg közönségteli, mi is ott leszünk. Jaj, de jó. Nagyon sokan jelentkeztek egyébként. Egyébként, hogy ott lesztek ti is. Úgyhogy hála jó Istennek, van rá keletje. Sziasztok! Elérhető parfüm már elérhető. Most már nézzétek meg az oldalam, a Facebookon, a próbai oldalamat, és akkor ott már miért nem pihensz már ilyenkor. Ó! Hallod, amúgy ma nem nagyon csináltam semmit. Igazából. Főztem magamnak. Na, mit szerintetek? Lecsott csirkelábbal. Ha-ha-ha. Dulecel nyuszi. Hát, muszáj takarítani, Zolikám, mert nem ehet meg minket a kosz. Meg hát magas fényű minden, ugye, mikor videózol, minden látszódik a képbe. Úgyhogy ezért is fontos. Még a földet is papírral törlöm át. 2001-ben felhasználás. Amivel letörlöm, azzal áttörlöm. Mi lesz, Tina, ha többen lesznek a közös? Á, nem tudnak Niki annyian. Épp most néztük a Kristóffal az Activity-t, mikor a gyerekekkel annyit nevettem, Zolin. De jó volt amúgy, mikor itt voltak a gyerekek. Nem unatkoztam egy percre se, de tényleg jó volt.
Istenem, a csirke láb. Szia, Timcsi, de nevettek a múltkori live-ba, szétrögtem magam, hatalmas fazonok vagytok. Tinával nincs bírás, hát tudhatjátok. A rend, meg én szerelmesek vagyunk egymásba. De tényleg. Itt teszlek már lejjebb. Most kinagyítottam a lófejemet? Úgy néz ki. Úgy néz ki. Na, Mizu, mit csináltatok ma? Vártátok ma, hogy jöjjek? Tudom, sokan írtátok. Vártátok, hogy jöjjek fel élőadásba. Nekünk is, ne, milyen az új lakás, közönség teli lehet, mi is. Jaj, nem mondod, de örülnék neki, jól szolgálják a légfrissítők. De már nem olyan... Ti most tudsz segíteni abban, hogy merre van jó wellness hotel? Miért nem mentek abba, hívlak úgy live után? Hívtalak, Timcsikém, láttam, hogy kerestél, visszahívtalak, de már nem vetted föl. Na. Pörköltetették. Kakas here pörköltet? Átörölhetném, de nincs rá energiám. Hát de most nézzétek már, nem szebb így. Gyönyörű, nem? Bele vagyok bolondulva. Mint ha nekem mindig is magas fényű izéjeim lettek volna, bútoraim, közben sehol semmi. Timcsike, képzeld el, megtaláltam a fülbevalónak a párját, amit kaptam tőled, és most meg a másik párja nincs meg. Szerinted? Sziasztok, szép, nektek is szép estét. Már késő van, mi mennyi az idő? Én azt se tudom, mennyi a vekkel. Tegnap törölte, de át. Krisztián, minden nap áttörlöm. Minden nap. Szia, Szandi, nem hiszem el. Tényleg, hogy unatkozok. Azért unatkozok itt, mert mindig úgy fekszek le, hogy rend van, meg minden is másnap. Nincs mit csinálnom. Érted? Reggel fölkelek, megkávézok. Ha akarok, ha nem, kiporszívózok közben. Zoli már fekszik. Ki van purcanva, akkor lehet azt találtad, amit most nem találsz. Jaj, ne is mondjátok, gyerekek, de a két gyűrűmet nem találtam meg sajnos. Sziasztok, testvéreim, tik itt vagytok? Tik itt is itt? Aha, itt vagyunk. Minden platformon elérhetőek vagyunk. TikTok, Instagram, YouTube. Igen. Na de ritkán kap. Szia, Szandi, te hogy nem alszol még? Azt hittem, ma alszatok. Te nem is szoktál ilyenkor, széltől aggasztom. Elmentem edzeni, 48 kilót fagytam egy. Az igen, gratulálok, szuper vagy. Melyik wellnessre gondoltál? Ahol mi voltunk, Gina? Hol volt az, Zoli? Ahol mi voltunk a izébe? Hát utoljára az a jó wellness, tudod? Szilvásvárod. Ez nem is olyan drága, nem? Tudni kell benne élni. Szia, én melózom. Gondoltam, Annabel. Hogy bírod ezt a sok munkát, te jány? Én ki vagyok rajtad bukva? Ki vagyok rajtad bukva? Néztem múltkor ezt a TikTokot, azt tudja gépen, hogy lehet-e nézni a parfümödnek a bakarát. Melyik az eredeti parfüm, csak hogy tudjam, mihez hasonlítanád. Az a neve bakarát. Azt csak úgy találod meg. Hogy bakarát. Jó van az. Mennem kell, Tina, majd hívlak. Jó van, Keti, szia! Wellnesses medence, minden pacek, szauna, három nap száll. Nagyon drágák a wellnesse. Nagyon, rettenetesen drágák, tudom. És itthon Magyarországon mit takarítasz ennyit? Hát, amúgy semmit, de tényleg. Csak úgy takarítok, nem tudom. Nagyon szép az új lakás. Köszönjük szépen. Csak úgy takarítgatok, de hogy mit? TikTokon videókat látok, miket raktál fel, de más nem tudtam nézni. De ezt hogy érted, Zoli?
Bolondom. Szia, Szilvikém, én máma kerestelek lelkem tégedet amúgy. A TikTokon nem voltál. Szia, van gyereked? Nincsen. Nincsen gyerekem. Drágám, pihenj. De hogy pihenek majd a más világon, szívem. Én nekem ez kikapcsolódás, én szeretek. Szia, kútásó Gábor! Na szóval, visszatérve a malacvágásra, mikor vágsz malacot? Szeretnék enni egy kis friss disznóbőrt. Jaj, de imádom. Ezeken vannak olyan fotok. Szilvi már hiányol. Igen! Szétina Mizu. Március. Hú. Mi soha nem vágtunk amúgy így nyáron malacot, csak mindig télen. De nem tudom miért. Más világ. Lesz közönség. Lesz, aha. Lesz közönség találkozom. Gyertek Szabolcsba disznóvágásra. Na, hol? Az nagyon messze van? Vagy nincs annyira messze? Valentina Csemer, szia, hogy vagy? Remélem nem fingottad tele. Én nem is szoktam fingani, helyet, én már megint enni a témánál vagyunk. Szia, babám, hozzám is jöhetné. Hát figyelj! Megbeszélés kérdése minden. Ha beteges vagy, Isten ne adja, vagy bármi, azt mondod, hogy menjek takarítani, megyek én. De ne legyél sose beteg az életedbe se. Semmelyik költök. Ha mi is decemberben szoktunk mindig amúgy disznót vágni. Hát akkor szoktak, nem? Karácsonyra legyen jó haszelás, minden. Ablaktisztító. Hát én ezt hallod, ebből mennyit elfogyasztok? Nagyon sokat. Kapott 24 órát, hogy átgondolja, mit ír. Helyes! Van gyereked? De ezt most, ezt téged annyira most miért érdekel? De már elmondtam kismilliószor, hogy nincs. Nincs gyermekem. Felveszem már a szemüvegemet. Jó kis tisztítás, mi? Szia, szürcsike! De rossz szériát fogtam ki, nem hisztak meg, mi? Apu is hányszor járt így szegényként? Hogy nem hisztak meg a malacok. Ti nem, ez az elefántokat mégse raktad a tévé alá. De! Mit sütött? Mit sütött magának a Szilvi rántott karfiolt, igaz? Ugye? Szilvikém, képzeljétek el, gyerekek, ezt mikor elhoztam anyutól, akkor még csak egy volt rajta. Ez az egy szál. Most nézd meg a második, és ott jön a harmadik. Milyen hálás ez a kis virág nekem amúgy, pedig már tönkre volt menve. Látjátok a leveleit, de már helyre raktam. Bakarat parfümöt úgy találjátok meg, hogy Perícios Collection. Nem bírom kimondani. Ebből ilyen sok lesz, igaz? Legénypálma, de majd jöttök rá. Hát, hogyha meghívtok... Szia, ma voltam nagyon... Ó, nem mondod, Renáta, gratulálok! Bizony, de arra nyárba volt basszus. Nagyon, én mondtam. Hallod, én azt a kicsit nem is tudom hány, mennyi éve. Legénypálma, na! Mindig az elemekkel küzdök, gyerekek. Olyan, hogy hívják a virágot? Én nem tudom, hogy hogy hívják, az a baj. Ezt csak megmentettem, és egy anyukámtól kaptam, igazából ezt a Móni megmentette, anyutól kaptam. Tina szaporodik nagyon, és ez jó. Zeninak le kell... persze. Hallod? Tehát akkor nem is tudom... Akkor nem vesztek disznót. Én azt akartam mondani, hogy akkor szerintem... Gábor nem... Nagyon ki. Tudom, nagyon ritkán, ilyen két hetente egyszer szoktam meglocsolni, de akkor jó meglocsolom. Hány millis mennyibe kerül? 5000 forintba fog kerülni, és 50 millis a kódommal természetesen. Hát a Zoltán, az fekszik. Legény fogó. Szia, anyukám, itt vagy te is? Zuzmo, latinul. Tényleg Zuzmo? Amúgy most tudod, miért örülök? Mert majd ide fogok venni
izéket, orhideákat, és itt most már biztos, hogy meg fog maradni nekem, mert van párkányom, ugye? Olyan hamar porosodik amúgy ez a ház, hogy gyere le, jó Isten! Látod a kommenteket, Zoli? Igen. Olvassál már! Most tényleg szabos teleti a tápot. Ha szoktam neki orhidea tápot, mert igazából az van. Nekem itt van csak orhidea tápot. Azt szoktam. Ennek az edzős izéje már mindenhol ott van. Szépen. Akár hova nézek. Szépen. De úgy kidobom. Majd kidoblak én. Majd várjál csak. Mindenhol ott van neki. Most akkor mi van? Hogy jött a barlangodból? Sziasztok, Sukár testvéreim! Te is Sukár vagy, apa, nagyon. Ja, de sípek! Sziasztok! Te vagy Baktaló Zoli bátyám. Látod, kihoztok az ágyból engem, látod? Jó, hogy sajnálom. Kezdjétek már őt sajnálni, szíves. Ó, Istenem. Kérlek. Sziasztok. Kezdjétek már sajnálni. Mi a helyzet, Mó? Szia, fáradt Zoli. Nem, csak most keltem, nem föl, hát nem aludtam. Már majdnem amúgy, nem sok kellett van. Hogy megy a diéta? Jó, jó megy. Zoli, jössz tök disznóvágás a Szabolcs megyébe. Ó. Jó lenne, én mennék, ha nem lenni olyan messze. Nem vagyok megfázva, de hogy is. Nem. Nem vagyok. Jó, helyet foglalok, ha nem haragosztok. Meg. Valamilyen ez a telefon. Miért erőzött a zárom? Nem, mi bajod van vele? Ma az enyém lemerül. Láttam a Duna Pandás videót, milyen volt, hogy emlékeztek rá vissza. De régi az! Az már régi. Sziasztok, szép estét! Sziasztok, sziasztok! Úgyhogy elég jó haladok. Sziasztok, szép estét mindenkinek! Sziasztok, Andi! Sziasztok! Olvasod a pakom, sziasztok, későn megy ki a értesítés, kevesen vagyunk, én is elkezdtem tornázni. Nem ment elmond. Az értesítő. Fülzúgás, sípolás. Direkt bejelentkeztem anyósom YouTube-jába, de nem jött. Hú, Zoltán, hát elég szar. Úgy mondom, hogy most kezd elmondani az izomlát, még most sem múlt el. De már 80%-ban túl vagyok rajta. Szia, Krisztián, szép testvérem, mi újság, hogy vagytok? Ja. Hát kicsit még ez szar ez a hét. Tudod, ez a szénhidrát hiány, meg minden szar. Milyen az új ház, fasz, a hurka, korbás, szív, leszakad. Ú, de jó. Én nem vagyok érte oda amúgy. Felőlem sorba vághatnának disznót minden nap, engem nem érdekel. Legénypán az a növény. Hogy lehet jelentkezni a közönségtől ír a videó alatt, nem bemondták. Nem, majd csinálunk róla egy külön videót, ami csak erről fog szólni, hogy a közönség találkozóról, hogy mégis nagyjából mennyien gyűnnétök el. Tina, te vagy Zoli, lehet jobban tudjátok, hogyha te nő edz, kisebb lesz a melle. Igen, nagyon. Hát... Kisebb. Jó, hát a dia... Tapasztalatból mondom, nekem ilyen bomba melleim voltak. Állj meg. Semmi. Más a diétázás, meg más az edzés. Ha te most diétázol és fogyni akarsz, akkor mindenhonnan fogyni fogsz. De ha te ugyanúgy eszel, és csak eljársz edzeni, attól nem fog elfogyni a melled. Akkor nekem hova lett? Mert te diétáztál azért. Én mellette nem edzettem? Ó, most mondom. Valaki diétázik, meg valaki edz. Érted? Az a kettő külön. És ha attól mind a függ, kettőt csinálja. Attól függ, hogy mi a célja. És ha mind a kettőt csinál, mint én. Ha súlyzós edzés végez, akkor nem fog menni a mellé. Szia Zoli bátyja, örülök, hogy látlak. Szia Mária. Nem mindegy, hogy mi a célod. Érted? No, thank you. No, thank you. Egy amerikai arab beszél hozzám.
ugyanez, ezek minden csak neki négyszer nagyjából edzek. Az jó, Lili. Az jó. Jobbul el, Zoli. Nem vagyok beteg. Hát, tehát az órám amerikai jobb lesz, valakinek meg alapból sincs. Az megy a nagy angol. Hát, tud angolul beszél, Szandi, mit csinálják vele? Ha akarja, ha nem, ha beszél. Te mit rágdosolt a háttérbe? Szia, sziasztok. Akkor szupi. Az nagyon jó, sziasztok, szép estét. Szia, Andrea. Fú, csirkelába teszel? Szia, Rituka, nem kérsz csirkelábat? Videóitokat. Köszönjük szépen, Anna Veronika. Köszönjük, köszönjük. Jaj. Ne adjál már farkra, én is fáradt vagyok. Jó étvágyat, Tina. Köszönjük. Mit főztetek ma? Csirkelábat, lecsos csirkeláb a Tinának. Én bulgur tettem, csirke már. Hogy vagy, Tina? Nagyon szerettek is. Bocsi, ha megkérdezem kétszer, hogy van a... Kicsoda. Jöhetnél nálam is, dob már egy újat nekem. Tina, kb. Meddig leszel mi live-ba? Sziasztok! Eszik, szia. Igen. A világ ez a lecsos láb. Én is megenném, hát én meg nem. Hú, de jó! Én meg nem, tőlem folyhatna a csirkeláb reggeltől estig. A disznót meg megeszi. Na, ez hogy van? Ó, de megenném, hát. De jó volt. Persze, te mindjárt. Ő se eszi. Mama jól lett belőle. Kiszedek egy tányérba, 8-at főztem bele. Sziasztok, szép estét kívánok nektek, jobb. Jó babgulyás kell főzni, tartalmas. Ja, gyerekek, adjatok már ötletet, hogy a közönség talán mit tegyünk. Valaki írta, hogy vegyünk virslit, főzzük ki. Jaj, dehogy. Sziasztok, szép estét. Elszívok egy cigit, utána összeporszívózok. Most porszívózok? Igen, most. Miért nem holnap? Úgy is ráérsz. Nem. Slampucot. Az vagány, az ez a kaja. Ez ilyen füstölt húsos... Zsíros kenyér, lila hagyma. Nyomjátok a lájkokat, gyerekek, légy szíves. Nem vagyok beteg, miért nem mondjam? Én is értek, hogy beteg, nem. Most kelt föl. Kikeltem az ágyból, majdnem elaludtam. Csak hallottam, hogy a Tina belépett lájkba, azt arra keltem föl. Sziasztok, tesszom, legyetek áldottak. Köszönjük szépen, Air Studio, de mennék én is, csak nem tudok sajnos. Hát, tudjuk gyerekek, hogy nagyon sokan messze laktok. De most ne harí, hogy azt mondja, hogy én szeretek, és bocs, hogy kétszer megkérdezem azt, hogy hogy van. Milyen az új, milyen ez az új cigi? Nem jó, Ritu. Nagyon szeretem nézni a videódokat. Köszönjük szépen. Nem jó? Nem jó, de mégis szívja. Érdekes. Sziasztok. Jobb, mint hogyha kimennék a mínuszba, van egy cigizni. Most hogy gyorsan hamar. Hát, ja, az is jó. Kicsit torbolt beszél Zoli, azért mondják. Én mióta vagyok szemüveges? Hát... Legyen lecsos csík. Vagy 4 éve? Party szendvics. Rászoktam megint. Tényleg visszaszoktálítom? De majd a farkasom, édes. Kicsi farkasom. Nem baj az. Zoli, hány óra hosszá takarítasz egy nap? Vagy 6 hetet. Jó, és jó, kis falkaskám. Jó, Isten. Édes falkasom. Hulla, hón állok, na? Ti mondjátok, mikor legyen mindenki hozzá igazodik, pontosan mikor lenne időben? Hát, ilyen nyár. Aszteni. Sziasztok, hol lesz a találkozó? Palotán. 15. kerület. Pestújhely. Pontos címet majd még úgy is lesz, még több info. Mizu veletek, csak nem tudom, milyen kaját kéne csinálni. Amit Farki is megeszi. De olyan sokan mondják ezt a lecsos csinkot. De szegény anyámnak akkor fel kell jönnie.
Mióta cigi? Én? Már úgy született. Vagy 10 éves korom óta? Valami laktató. Na de mit, Szandi? Babi, majd most jönnek szombaton. Lecsos csík, az finom. Zsíros kenyér. Jajaj. Hát azért nem zsíros kenyeret, igaz, falkas. Falki nem szereti a kenyeret. Jól vagyunk, köszönjük szépen. Falkas, mit főzünk? Mondjad már. Holnap lehúzom az ágyneműt. Lesz élő, csülöpörköl, babgulyás meleg, melegbe. Hát az is igaz. Virsli egyszerű és gyors. Képzeljétek el, hogy itt a Gábor felajánlotta, van neki nagy izéje. Jaj, én nem hívtam vissza Gábor. Van neki nagy... jól van. Van neki üstháza, meg ilyen izé, azt kölcsön kapjuk. Gábor, testvérem, ne hari, ha itt vagy, de kiment a fejemből teljesen. Tesi, ez sokkal jobban káros, mint a cigi, tudom. Ti vagytok a legjobb. Köszönjük szépen. Igaz, falkazó. Lángos. Ja. Sasli. Hát, de abból mennyi kéne? Azt mondja, kocsonya. Milyen ízű? Ezt a dinnyéset. De, engedd el. Tedd ki hűlni, nem jó. Szerintem ilyen paprikás krumpli, szerintem is. Milyen ez a lecsós csík? Hát amit anyám csinált, lecsó, és akkor vágol hozzá a házi tésztát. Engem nem zavar a Tina cigizi. Vagy szendvics, én is arra gondoltam amúgy. Most ki fog annyi szendvicset készíteni? 100 darabot, meg nem jobb egy főtt kaja amúgy? De ti tudjátok, ha ti ragaszkodtok a szendvicshöz... Pörkölt kenyér savanyúval. Paprikás krumplit kolbásza, jaj, de kis kurva. Hát az, Ritu, nézd meg. Nem jársz Ritu Pest fele? Farki, hogy kényeskedj. Egyből hátba dobja magát, látod? Vagy mini hambik. Hát ez a soka izé. Hamburgerrel. Na, a nyersanyék, én már most kérlek, Tina. Ja, Isten, most én nem lehet takarítani sembet. Se délután. Mindig éjszakai. Akkor, amikor nem vagyok itthon. Egész délelőtt. Délelőtt nem vagyok itthon, csináld akkor. De már egyszer kiporszívóztam. Jó, majd akkor... Meleg lecsó. Ja, melegbe lecsó. Zoli, fáradtnak. Hát jó, persze, gyerekek, hát dolgozok utána. Kemény edzés, gyerekek, nem olyan táplálkozás. Most ki vagyok tőle, amúgy elmondom. Most ez ilyen hét. Ki vagyok. Igaz, Farki? Ne csináld! Jó hideg dinnye. Hát ja, sziasztok, legyen lecsó vagy paprikás krumpli. Csendre vágyik ez a fiú. Hát most biztos ne zörögjön itt nekem porszívóval. Szia, Szandi. Töltött 8 óra munka, jégkrém. Ha, oda hűtő is kéne. Tejfölös kenyér. Dinnye, fagyi. Nem, hát ja, vagy egy jó izé, tényleg lecsót kéne. Ugye akkor aktuális is lesz nyáron. Vagy nem tudom, tudja a franc. Már én meg akartam kérdezni, de az, mint ott kína, az egyik videó, amikor Zoli kelt egy... Már szóval azt hol vetted? Jaj, ezt a kezes lámasat? Nem tudom. Retro szendvics. Nekem is ez fáradtság volt, amikor elkezdtem. Persze, ezen át kell esni, gyerekek. Most mennem kell gyakorolni, mert jövő szombaton felvétel. Oké, szia! Töltött káposzta? Szabolcsi, töltött káposzta. Na szóljatok a Szandinak, ő tudja jól megcsinálni. Ezt abban mennyi kéne? Szandi, bevállalod? Á, annyit betekerni, ez is lehetne. Mindenki visz hozzá egy kis valamit. Ez se rossz ötlet amúgy. Vagy jót nyársalni, mi? Ja, az tiszta füstök lennénk, tudod. Tina mit csinál? Takarít. Paprikás kompi szerintem hamar megvan jó friss kenyérrel.
Szerintem is. És azt általában szerintem mindenki, szóval 90%-ban szerintem mi is Kanadából nézünk benneteket, tesóm. Legyetek szerencsések a kis Kanadába. Kis Kanadába. Férjem nem szereti, ha itthon van, akkor nem lehet semmit csinálni. Baklava. Így van mindenki, szóval kolbásza a szalonnával. Jó van már, Szandi az már turbózná. Jó, hogy nem teszel bele izé. Marha pofát. Gazdag össze. És akkor te, Falki, mit fogsz enni? Hm? Szia, bakon! Hoddog hamburger salátokon csinis babi orvos kenyérrel. Hát akkor ott gázosítás lenne. Hello, Zoli. Halló, 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 halló. Hát a babot azt felejtsétek el. Lencse főzi? Nem csak az Zolinak nincs meg egyszer, sziasztok. Talán Baktale József testvér. Tudni kell, de lejelni. Jó lencsét csinálunk? Szia Zoli, mondd a Tinának, énekelj nekem a boldog szülinapot, mert ma van a szülinapom. Tina! Tessék! Juhász Zsuzsannának ma van a szülinapja. Boldog, boldog, boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Nem, Farki, nem neked énekelték. Isten éltesen sokáig, Zsanna. Farkiék? Persze, hogy ott lesznek. Ő is a családba tartozik. Tinának mondd már, légy szíve, most ne regisztráljon be senki. Tina! Tessék! Valahogy ne regisztráljon be senki, valahova, nem tudom, mi van. Jó, már mindjárt! Olyan fáradt, akkor... Ja, én fáradt vagyok, őszinte vagyok. Szerintem, ha most nem lép föl a Tina live-ba, én már alszok már most. Slambucó, szerintem legyen turaus tészta? Krisztiánokban nagy melegbe tura. Nem tudom. Én amúgy ilyen szemücseket csinálnék, igazság szerint. Díjat. Vagy a paprikás krumplit megoldódott a wifi meg, igen. Hogy vagytok, mi újság? Tazi is velem kiabáltasz, jó volt? Isten értesztően, Juhász Zsuzsanna, így van. Jó pogácsa. Szólunk a maminak, süssön, vagy 300 kiló pogácsát. Jó vannak a Falkiék. Takarított, Tina. Petezselymes krumpli rakott tökke. Tepsis fasírt kenyére. Ahogy olvasom a kommenteket, a legtöbb szabadás paprikás krumpli lesz a nyerő. Szerintem is. Nem vagytok nagyra vágyók, esküszöm. Szerintem, gyerekek, egyszerű, nagyszerű is, mert én imádom. Én nagyon szeretem, gyerekek. Hideg lecsó szalonna. Fú, de utálom a hideg lecsó. Szerintem is ez a paprikás krumpli. Én is arra szavaznák amúgy. Sziasztok, szép estét, Téci, neked még egyszer a boldog szülinapot, holnap lesz a kicsi lányom, 2 éves. Tina! Tessék! Egy boldog szülinapot a 2 évesnek. Boldog, boldog, boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot 2 éves kislánynak. Speciálitásom az is. Micsoda, Krisztián? Tina, minek kell letörölni minden nap a konyhabútort? Mert ilyen magas fényű, és ha már hozzáérsz, ott marad az ujjad. Vágod? Na, Farki, akkor mi legyen a kaja? Neked mindegy? Köszöni szépen, ő is hallgatja most. Jaj, de szeretlek akkor! Na, Krisztián, akkor van egy ötletem. Előbb oda össze segítesz főzni, na? Nem szeretem a paprikás krumplit. Hát... Anyósom, akkor majd magának rendelek meg itt. Hozok izét, sajtburgert. Vagy a Maritó Giroszt. Tina, mondja már be, hogy most ne regisztráljon be senki, hanem inkább holnap.
Akkor gyerekek, hát most teszem, most kéne, mert ez nem a, ez a YouTube. Szerintem ennyi ember szendvics való lenne, nem főtt kaja. De én szeretnék főzni. Mivel, hogy nyáron lesz így jó paprikás krumpli, és aki tud, hozom vagy pogácsát és sört, kifi, adom, mondtam már, hogy segítek. Jó van, Krisztián, tesom! Számítok rád! Gulyásleves vagy krumplis tészta, lecsos csík, szerintem ezek a legjobbak. Lecsos csík. Így van, az étel legyen egyszerű, most nem az a lényeg, hogy milyen kaja van. Csak ha valaki ilyen, és akkor tudjon enni. Nem, Farki? Tina, ülj már le közénk. Számít. Egy pillanat, jó? Mindjárt. Farki? Nem szólsz hozzá te? Farki, nem szólsz hozzá, hogy anyának ki kell takarítani? Szakad a hó, Szabolcs, meg mit csinálsz, Farki, és mit csinál Farki, és mi? Hát Farki itt van, a Maisy meg dobja a szunyát. Sóska, biztos, hogy nem. Mindenki vigye magának az a tiszta, á, nem. Hát ez azért kicsit. Nem. Kajára a vendégeink vagytok, szép testvéreim. Éhesen senki nem megy haza. Még az Farki. Sziasztok, most jöttem régóta, hogy a live miről maradtam le. Szia, Edith, nem régóta, hát fél órája meg körülbelül, mindenki értek fog menni, mert ma kaja. Így van! Kell csinálni egy ilyen fotósarkot is. Majd csinálunk. Majd azt mondta, Krisztián jön segíteni, feldíszíteni a dolgokat. Gyümölcs, leves. Hát nem tudom. Mondjuk jó, én nem szeretem, de nem meg rólam szól. De hogy kell belépő, Isten őriz, nem? Kivel fogok főzni? A Tinával szerintem? Nem tudom. Plusz S részegen kivisz majd haza. Részegen kivisz majd haza. Farki, kivisz neked haza részegen? Mondd már meg. Szerinted? Gyümölcsös a melegben nem valami jó. Szerintem sem, maradjon a paprikás krumpli. Én is azt mondom. Azért mondom, azt szerintem 10 emberből 8 szereti. Én nem szeretem. De hogy nem, megeszed te is. Biztos, hogy nem. Ha mindenképp akartok, akkor miért nem gyűjtök be egy jó kis fasírtnak valót valami hideg salival? Amúgy az se rossz ötlet. Mit tettem ma? A reggelim volt ilyen zapkása volt, banánnal, ebédem volt csirkemel, burgurral. Sziasztok, Tina, én is megyek. Gyereked. Várunk mindenkit, sok szeretettel. Vagy ja, igazad van, Szanti, vagy egy lecsó. Ugye akkor úgyis szezonja van nyáron. Hideg gyümölcsleves, amit anyám csinál. Jó, savanyú, vegyesvár. Így van, Krisztián, ja. Majd ezt hozhatunk a papával a piacról, savanyú. Jó, kis vegyesvágottat, bográcsban lecsó. Ja. Mikor lenne a találkozó? Hát nyáron, Krisztián. Még majd pontosan vissza kell jelezni, és akkor le kell fognom az időpontot. Most szabad minden időpont. Viszem a fiam. Hozzad, nyugodtan. Hát persze. Szívesen várjuk a gyerekeket, mindenki, kutyusokat is akár, mindenki, igaz? Te is találkoznál kutyusokkal? Sziasztok, ma néztem vissza a tegnapi live-ot, teljesen rendben vagytok, rendben van az értéknek. Tényleg magyarázkodni, nincs mi. Köszönjük szépen, kedves Dóra! Fasírt az jó kenyéren, savanyú, hidegen, melegen is finom, gyorsan is megvan. Valaki nem szeretne. Szia, szólhatnál, Tinának hagyja a takarítás. Én már nem szólok neki. Mindjárt jövök. Itt vagyok közben. Na és mi van, ha én most alszok? Hát akkor viszem magammal őket. Jó babgulyás, az laktató kaja és finom is.
Hányadul körül te? Hát szerintem ilyen egy. Igen, egy. Ilyen egy-kettő körül szerintem. Aki segít nekem főzni, az előbb oda jöhet. Igen, aki tud jönni segíteni, ugye, annak ugye előbb. Krisztián. Meg ilyenek. Közös főzés Valentinával. Vagy babgulyás. Na, hát ezek gyerekek. Babgulyás, lecsó, paprikás krumpli, szia Anna. A lecsó is jó, hogy tehát majd kiderül. Igen, az is jó amúgy. Ázsiában még jártok? Hát, ja. Hát mindenki kaja megosztó, sajnos mindenki úgyse tudtok megfelelni. Így van. Jó székely káposzta. Az se rossz, én ezt mondtam. Hello, főnök úr, sziasztok, egy nappal hamarabb is megyünk, ha kell. Szia, Krisztián, köszönjük szépen, azért nem kell egy nappal előbb. Most? Nem. Frankfurti leves? Ma laktam vele jól. Én bocsánat, Zoli, de most a terembérés ára az közös bemegy, ugye? Nem, az teljesen a mi részünk. Nektek nem kell semmiért fizetni. Dehogy is, semmiért. Tehát mi tartjuk, akkor az a mi reszortunk, nem fogjuk rátok terhelni. Most szépen csinálnánk egy közönség találkozót, az beugró egy ezres, vagy valami, dehogy is. Megvan a 3000-es boltja. Sasti krablóhús. Sziasztok, ment a like. Köszi, Péter. 3000-esbe. Sziasztok, írtam Tinának Messengeren, lenni egy kérdés. Láttam, Jenny. Majd nem vagyok megfázva. Majd visszaír, jó, éhes. Vagy Zolti mindig a fajáról beszél, a diéta. Bemutatod őket? Kit? Szia Mária, Tina színszébe 500 forintokért vannak most pólók. Most már nagyon vásárolgatok, gyerekek. El kell tennem a pénzt a közönség találkozóra. Ezért nem kevésbe lesz. Úgyhogy még... a shoppingos videókat ne nagyon várjatok. Hát van még izomláz, de már ilyen 80%-ban elmúlt. Vegyes salátát csináltam. Azért kérdem, én is már rég volt róla vlog. Hát igen. Hát ja. Pedig megérdemled. Köszönöm. Hát itt most nem a megérdemelésről van szó, gyerekek, de hát most nem. Most nem lehet minden tetszett. Januárban, gyerekek. Örültünk. Hát pikpak elszeled ez a 4 hónap. Örültünk, hogy át tudtunk. Bár... és még itt. Fáradtnak tűz. Hát mondom, aludtam volna, ha nem hallom a Tinát, hogy bejelentkezik. Már falkasommal aludtunk volna, igaz, Falki? Még feltudod az ágyba? Nem. Csak már majdnem ő is horkolt. Jó, Zoli, jó diétás kell. Nagyon sokat késik a témünk és a telefonom a live, mert nézek, telóról írok. Hát van egy kis csúszás, ja, sziasztok, millió puszi. Szia, Ildikó! Van egy kis csúszás, ja. Mi van, Farki? Hm? Mi van így a szapa? Látom a szemeiden is. Hát, ja. Jaj, de Édi vagy, Farki. Szia, Nikolett! Zoli, mondták valamit az okosok telekom. Hát Krisztián, képzeld el, hogy hát mi puták vagyunk ehhez, valahogy megvan oldva ez az egész, mert valahonnan jön a wifi, most már megcsináltam, mert a telefonra a szerelő az rácsatlakozott, tudod? És a telefonon megnéztem a kódot. És akkor úgy írtam be mindenhova, de hogy mi szólja a wifi-t, azt én nem, fogalmam sincs. Nem tudom, honnan jön a wifi. Valahonnan jön. Úgyhogy Mézit megmutatod? Mézi! Aha, hát, persze. Gondolod te, hogy Tényleg baleset lenne, mi? Hogy ő kijön. Nézd, milyen jót alszik. Akkor lehet a fő elosztó dobozból, és úgy. Nem tudom, Krisztián. Fogalmam sincs.
Olyan modern technológia van, hogy nincs wifi router, az van wifi. Nem tudom, hogy megy. Nem tudom. De ízét ugye nem adott ám jelszót, meg ilyeneket. A telefonba be volt írva, aztán kész. Ja, most már jó, 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 Krisztián, hál' Istennek. Most már jó, gyors is itt a net. A wifi-nk jó, gyors. Milyen jó illata van a farkinak? Tőlem. Parfümös. Nem? Hát ez férfi parfüm. Zoli, jó lenne augusztus 20-án csinálni. 20-án? Hát az ünnep, gyerekek, nem? Mutasd már, hogy mit kaptatok a nethez. Semmi! Behúzott egy LAN kábelt, azt ennyi. Semmi már. Nincs izé wifi router, meg ilyenek. Sír a kutya, hallott, Falki? Ja, igen. Na. Falki le sem veszi a szemét Tináról. Holnap már péntek, Zoli, de jó. Mi van, szerelmes csillagbogaram? Így jó? Így jó. Vagy így? Tinus, ettél már jó finom cigány burkát? Anyu, nem biztos hallod. Készített. Na, már itt vagyok. A roma végeztem. Oh. Mézi! Sziasztok, sok erőt, kitartást az edzéshez! Köszönöm szépen! Mézi! Nem mindig, ha kérdezem, hogy mikor lesz, nem lehet tudni ki, hogy adás nem rosszból írtam. Oké, semmi gond. No problem, Réka. Like voltam, gyerünk gyerekek. Igen, gyerekek, itt vagytok 862-en, azt van 185 like. Szuper! Legyünk szerencsések. Nyomjátok a lájkot, ha már kikertem az ágyból. Igaz, Farki? Na, holnap felforszívózok. Köszi. Mert ő nem tud semmit csinálni. Írtam Zoli, neked majd mutasd meg a Tinának. Köszi. Kellőképp csillog minden, mondom. Hát nem tudom, Szilvi, kell ellenőrzöd? Kitiltott, mert én csak szívecskét küldtem, és valaki írt alattam csúnyán, biztos őt akarták, csak véletlenül engem. És akkor hogy jöttél vissza, ügyes vagy? Szerintem nem itt. Tina nem jár edzeni most még. Olyan régen, hogy behívós live. Én mondtam, hogy Tinának csináljunk. Holnap mi? Kéne péntek behívós live-ot. Hát csinálhatunk. Ha gondoljátok, holnap. Már tudom, ki az a keskeny Gina. Hogy tettem a fotók? Sziasztok, jártok foton a bundinát? Mm. Persze, Tinának a kedvenc helye. A legfinomabb ott az a krémes. Jaj, ott ezt nagyon bírom. Visszaveszel. Ja, TikTokon? Hát majd mondd el a nevedet, hogy hogy vagy ott fent TikTokon, és akkor majd visszateszünk, jó? Jó van már a szerelmes csillagom. Kellőképpen csillag minden Szilvikém, de még mindig tudnák mit csinálni amúgy. De már nem csinálok semmit. Hatlapos áll, de világi az. Hello mindenkinek, nyomjuk már a lájkot, gyerekek, légy szíves! Nyomjátok már szép testvéreim! Tedd már le a szőnyeget, légy szíves! Most ott hagytam. Mindig van mit csinál, ne is mond! Jaj, Farki, neked a legjobb! Na akkor mi lesz a főzés? Hát nem tudom. Paprikás krumpli. Én egy jó székelyi káposztára is gondoltam amúgy. Ilyen többféle húsból. Oldalast bele, akkor tenni bele combot. Ó, de... Ó, hát a akkor mit? Ízé, lábokat is teszünk bele. Csirke vagy disznócombot, hülye gyerek. Úgy ki vagyok tőle, amúgy olyan ízé, mikor edz. Komolyan mondom. Ilyenkor el kéne küldeni a anyósomhoz egy pár napra. Meg is hallnál. Ó, Csarikám. Míg be van. Én most mosogatás közben nézlek. Szép tiszta ott minden. Büszke vagyok rá. Hát tudod, Szilvikém, mivel mosol fel, hogy ne legyen mázgás. Az mi ez a mázga? Milyen ez a limika? Hát ez bunkó. Fáradt neki, fáj mindenem, nem tudja kienni magát. Hát ez van.
Mi vagyok bukó? Nagyon szép a lakásod, a tínusom, olyan tiszta vagy, mint a cukor. Hát igen. Lakik jól a kedves kajától. Tesztoszteron, még anyósodhoz is visszaküldené. Még anyósod is visszaküldené. Mit hallna meg egyedül? Anyósom, na hol tenné így az agyát, mint itt nálunk? Milán meglátta, hogy iszod a kubut, és kitalálta, hogy add ide a kubut. És van neki? Azért mozgat, mert sok benne a tesztó. Jár már vécére. Az én uram ugyanez most fogyózik, és olyan habisztiknak érzem, hogy semmi finomból nem eszik velem. Én is így vagyok. Legyétek áldottak. Köszönjük! Mi a finom? Itt én a francia krémes, a kedvencem, az milyen finom, a teteje a legjobb, nyami. Zoli azt hitte, csirkelábat akar, székely kápa. Ő tudja, mindenbe beleszól. Nagyon szép vagy, Tina, köszönöm, szeressétek egymást. De hogy is nem esznek, hidd el neki. Mi van? Ki ez? Pontok nem neki, nem. Egy fasza. Ó, jó Isten! Ügyesek vagytok! Ajaj, adottak Jézus nevében. Amen. Hát csak tudja az Zoli, hogy mi a jó. Hát persze, hogy tudom. Hogy ne tudnám. Vigyétek már! Mindig is tudtam, mi a jó. Akkor miért ízol vissza mindig? Hogy érted? Miért ízol akkor, ha te egyszer lefogysz, akkor miért ízol? De most ez nem mi a jó, az nem azt mondtam, hogy most a fogyás vagy a hízol. Azt kérdezik, hogy te tudod, hogy mi a jó. Ja, úgy mondod? Igen. Hát mert elengedem magam, és zabálok nyáron azért. Tisztelet azért. Jepejről melegen, frissen, de jó, és én is szeretem, jó takaszalonna. Viszik, mert nem takarít. Nagyon szépek. Gyere, Zoli, van még egy szoba nálam. Oké, Krisztián, testvérem, megyek. Ne se tudna aludni. Jaj, ne tegyed be az ügyödbe, megöllek máma, elmondtam. És tedd le a szemüvegem, mert össze fogod törni ezzel a nagy fejeddel, kinyúlisztod. Azért így több kalóriát víz, mert ennyi, köszi, Ihány. Na, megkaptad a tudományos választ el. Jó, ilyen szemüve, úristen. Egymár, én nem fingok, te ki vagy? És hogy te ki vagy? Tinálom, sziasztok, most kérkeztem, hogy fogtok jól. Dr. Baranyai Zoltán, hát akkor magát kéne megvizsgálni. Farki, mit tüggatol, fiam? Fogyás titka, ne egyél. Én már soha nem tudnák visszahízni. Dehogy nem. Jajjaj. Dehogy nem. Nem, mert én gátolom magamat, hogy ne egyek annyit. Na, hát akkor... Megfogom, kicsit szedek, az jó van. Nem baj, hogy nem laktam jó. Nyáron kell a téli forma. Így van. Így van. Télen be kell tömegelni, gyerekek. Itt a hideg. Hajrá, Tina, szalul főznek, majd nem. Ha, ja, majd az lesz. Majd szépen. Egy óra múlva már keresni a Tinus. Hát igen, már keresne engem. Igen, egy óra múlva. Ennyit, végleg. Végleg. Micsoda, Tina, mit csinálnak? Tina, mit csinálnak, ha ennyi év után vége lenne a kapcsolatotok? Hát mit csinálnád? Hát, honnan tudjam. Nem tudom. Egyik jobbra, másik balra. Hát most mind más is. Hány év után szétmennek gyerekek? Hát... De megszomorítanám, az biztos. Még mereztem a tüdődét. Megkérek mindenki tisztelettel, légyen, aki nem ezt tiltva lesz. Ti nem annyian néznek, hallod, mint amikor a kisgrófó live-ozik. De nagy fazon. Olyan jó nézni titeket, látszik, hogy szeretitek egymást, szeret. A szerelem, Zoli, el nem hagynád, mit mondod? Olyanok leszünk, mint a medvék, télen az, hogy nyáron leszünk. Hogy jöttetek össze? Facebookon bejelölt a Szabiszti, rám írt, hogy minek köszönheti a jelölésem. Azt én be se jelöltem őt. Elmondom, akkor száma magától. Bejelölöm már ezt a kis cigányáit, mondom. Csörikám, azt eddig már csak magyar asszonyai voltak. Hagyjad már. Itt meg azt se tudja, hogy mit tegyen. Ó, mi a konyába fekszik. Azt nem tiszta körülmények között van. Nekem anyám mindent megfelelőzik. Én nem anyádról beszélek, a nőjeidről Zali beszélek. Zali bácsi, nem áll a szemüveg. Hát ezt tudom, anyósom, de azt figyelj, én nem éltem senkivel együtt. Hagyjál, de miért tagadod én le? Nem.
Jó van akkor. Na. Come after. Mit csináltatok? Addig a jó még a súlyát tudja ingadoztatni az oltán. Én tudom. Én tudom. Akkoriban nagy divat volt, Habi, minek köszönhetem. Igen, fiatal vagy még, Tina, vagy idősödsz, az anyagcsere is lassul. Így van. Hát azért eszek keveset, hogy nehogy véletlenül elhízzak, vagy bármi, érted? Már akkor jó volt a dumája, Zolina, persze. Ahogy mi elsőnek nem jártunk, semmi. Azt se tudta, hova fingyolunk. De várjál, igaz, hogy mi elsőnek nem jártunk? Mi nagyon sokáig csak beszélgettünk. Én nem vettem komolyan, nagyon sokáig. Én se. Csak beszélgettünk, jó volt, reggel felhívott, délután elmondtam, mit főzök, stb. Stb. Ja. Hülyéskedtünk, de nagyon, vagy fél évig. Igen. És akkor utána egyszer találkoztunk itt Dunakeszin, és akkor úgy. 12 éve. Amúgy ennyi. Amúgy... Nem vettem komolyan. Nem, Csarika. Tényleg nem. És a téged nyugodja meg. Hallod? Gizda, még nem vettem komolyan. Tényleg, esküszöm, ha komolyan vettem. Ők szerintem nem tudnának egymás nélkül lenni, mint héja meg a borsó. Én őszintén vagyok, ő mellette még, vagy 20 lányjal izéltem, így ismerkedtem kb. Akkoriban. De jó, hogy jöttetek. Zoli, dobd be a csalit. Zoli bedobta a csalit. A ventilátor jó a bányagépekhez. Mi van? Igen, amúgy. De bolondok vagytok, imádlak. Mit akartam mondani? Mindketten jó ház. Hozzátok ki egymásból, ritka az ilyen. Elhiszem, hogy kibogló. Nem tudom már, mit akartam mondani, elfelejtettem. 15 voltál. Dehogy, én 16 voltam. Hogy kerültetek Dunakeszin? Mert a Mari már, ő itt lakott a Mari Dunakeszin, és jött hozzá Tina nyaralni, vagy följött hozzá. Nincs, én is választottad. Balog János. Hát na, így jött ki. Dunakeszin. Dehogy, feljöttem a nővéremhez nyaralni. És akkor... Mert ő már sokszor mondta, hogy találkozzunk előtte, csak én meggondoltam. Én már le is akartam menni hozzá, 60-ba, ahol iskolába jár. Igen, és én mondtam neki, hogy ne jöjjön, mert én nem bízok most Pesti, meg minden, nem tudtam, hogy most szoszívom. Most az, hogy faingó telefonon keresztül, az csak egy dolog. Első találkozás után vetted komolyan? Első csók, nagyon soká volt az első csók. Még első találkozáskor se vettem komolyan. Mi se őt? Első találkozás után egy fél évre talán, azt mondom, hogy... Ki ez a szívtip? Ki ez a... Nem tudom. Nagyon rossz a hang. De miért? Minden... De nem tudom, miért erről a telefonról jössz föl. Már le voltam előre. Amúgy ez nem soká kipurcan a aksia, csak szólok. Fel volt töltve. Nyomjuk a lájkot, majdnem 1000-en vagyunk. Sziasztok, lájkkal jöttem, köszönjük szépen. Úgyhogy jó a hang. Add majd azt a Doritos chipset. Az mi? Ott van fel. Mennyi? Adjál, ne engem ugráltassál már. Ó, Istenem. Majd várjál, te is kérsz tőlem valamit, majd én ugyanezt mondom. Ne engem főzessél már. Ne engem majd ugráltassál. Majd ha te eljársz edzeni, meg diétázol, és le vagy merülve, mint a szar, akkor nem biztos nem fogok ugráltatni. Most tettél meg egy tállevest. De hiába a tálleves. Sziasztok, de tényleg nagyon rossz a hang. Csak nálad rossz a hang, máshol mindenhol jó. Neked a telefonoddal van valami baj. Hogy kértem Tina kezét, hogy történt? Induljál, ó, mindjó! Nem tudom, hogy történt? Te tudod, de szép vagy! Gyönyörű! Hogy választhattam én ilyen gyönyörű embert magamnak? Örülj neki! Hogy? Amúgy van, szotyi, szotyizunk? Most tettél meg azt, hogy tányéra lettem meg, azt hiszi a tállal, azt ő jövett 10 évből, fazingó lett. Az Isten megvert most. Azért nyűgöd, nem vagyok éhes amúgy. Komolyan nem vagyok éhes. Csak tudod, ha nem olyan kaját teszel, amihez hozzá voltál szokva. Balogh József, akkor menj, azt nézed. Levesben nincs kraft. Így van, Zoli, te volt a közös tetkó. Azt kérte a sői napjára. Húzol, tényleg hiszt is. Ez még semmi! Ez még sem! Húj, te! Te vigyázkodjál magadra! Ingerült vagy ki. De az, nagyon! És nem veszi észre magát!
Ma reggel is úgy, vagy nem tudom mikor, úgy rám fölmet valamiért. Ilyenkor nagyon óvatos legyél, mert... Majd megyek anyámhoz egy kicsit, azt itthon maradom. Ó, enyém lesz a lakás. Azt úgy jönne le utána már kettesen. Igaz, farkiel leszünk itt? Én tisztán. Vigyálj, proteint, igyon... Ittam már. Manna. Tina, hogy odaférjed, de tértem. Persze. Aha, el. Tina, a homlokodra is írjad rá. Ja, megvan a baja. Kamul, el se érni, már ott lenne a Zoli. Bőztes, hogy nem. Résselegé, Tina. Na most ez mi volt? Halló? Tamén battál és ávalé? Most mi van? Ja, itt van. Sziasztok! Eltűnt a chatfal. Nektek is? Itt vagytok? Ja, jobban. Jobban már, ha meg vagytok halva egy másé. De ő kezdi velem! Zolikája leme. Ó, Csori Marika! Aludjál már, Marika! Mari, mehetek hozzátok? Zoli, vinn el, mert nem bírnál ki nélkülöd. Ha van még kalóriád, miért nem eszel? Hú, meg tudod, mennyi kalóriám van? Nagyon sok. Annyira mondjad, hogy Ádi, figyelj, virágú! Ha vinni akarják, és ő megy, menjen. Áldásom rá. Ilyen szépen? Nem, akkor megdög lesz. Ha. Ezt te is tudod. Jaj, Krisztián, te meg ne védjed már annyire. Nézzétek, mert még 2054 kalóriám maradt mára. Eszek jó csokit. Azt én is ehetnék, nézd meg mennyi kalóriám van. Még 2000... Eszek jó snickerset, ilyen ízéset, pont úgy, kettő hogy, van benne. Úgyhogy majdnem 1500-at megettem. És szabud meg! Kit érdekel, szülye? Szabud meg! Fogadjuk meg ezt tőle. Jó, azt engem ízés azzal. Zali, hallják meg! Jó hang, köszönjük, majd arra. Zalim! Menj el a disznó, azt össze, ha, de vicces, hogy rölg a vak belem. Isten, ki vagy akkor, miért nem esel? Nem kell. De szagolnál meg. Na. Hazamész. Megveszem a jegyet. Elmondom, mit csináltál múltkor. Nem, azt mondjad! Elmondom, hogy másfél hete mit csinált. Én mit csináltam másfél hete? Hogy kettő? De... Költözés előtt. Ön is elmondom, hogy mit csináltál. Hogy kimondan, én is kimondanak. Csak mondom. Hát én mit csináltam? Dehogy! Köszönjük szépen, Cintia! Kubur, add ide a kubó, mi van? Lehetne, csak látod nem hagy. Még takarítani sem, mondom hát semmit. Nem, az csak ne zúgjál. Na, belekezdhetek, mondjátok. Hagyjuk. Hagyjuk, szerintem is. Annyi a lényege, hogy elindult haza busszal, le Jobbágyra. Amúgy kocsival mentem volna, csak nem volt jó a kocsink. Azt értem, azt így fogadt meg, így mindenki előtt. Kitettem őt a stadionoknál, gyereke. Összevesztünk, de nagyon. Kitettem a stadionnál. Elmentem kocsival. Kiszálltam, azt végig lestem, hogy mit csinál, hova megy. Nem is lestél, ne hazudjál, nem volt álló. Jaj, hát láttam minden. Na akkor hogy volt? Ha te láttál minden. A váróban voltál benne. Igen. Na, megvetted a jegyet, leskelődtél. Azt ott is megismertek volna, azt mondja nekem a kiscsaj. Te hova mész Valentina busszal? Mondom neki, sehova lenézek anyuékhoz. Tudjátok, beállt a sorba, már ott volt a busz. Akart volna föllépni, meg... De vissza. Úgy lehúzott, hogy mindenki minket nézett.
Na. De mint tudtok így össze? Nem is tudom. Mi is vesztünk akkor össze? Nem tudom. Tényleg, akkor mivel? Mind kaptunk össze? Nem izzal, ha keveset eszel, még jó is a magok, jók amúgy, csak nem szabad csokat. Esküszöm, annyira, ha emlékszek rá. Jó, hát ez előfordulna mindenki. Mai napig megvan még a jegyem. Igen. Nem tudom, mi vesztünk össze. Franc se tudja. Nem a karácsonyfán? Nem. Nem. Kerestenek nagyobb vita, nem lehetett. Veled soha nem tudok... Szeretted a lábat, Tina után, Zalika? Szette! Obisak játszatok. Na, föl akart szállni a buszra. Azt ott mindenki, nagyon sokan voltak, vagy 20-an. Megfogott, elrántott, érted? Mondom neki, fejezd be, ne rángassál itt mindenki előtt, mondom. Sokan ismernek. Ők nem érdekli, és fogja a kezem, az húz előre. Na, érted? Azt előtte mondja a csaj, hova mész? Mondom, lemegyek anyujékhoz egy kicsit. Azt! Ez jön, húz végig az arénán, vagy mi volt az. Igen, szeretnénk gyereket. Nem haragszol rá. Dehogy! Dehogy, miért haragudnák rá? Dehogy is. Mi lehetett Zolival össze lesz? Nem tudom. Nem tudom most, esküszöm, ha tudom, hogy mind vesztünk össze. Nem tudom. Tényleg, mind vesztünk össze, Zoli. Fogalmam sincs. Nem tudom, te nem tudom. Valamilyen, hogy le kellett menni, nem. Dehogy, nem kellett le, ez nem, semmi köze jobb ágyihoz, ez most. Nem, hogy elmenni, nem olyan régen, akkor is összeszedtem zsákba az egész ruhámat, hogy elhagyom, elköltözök, minden új élet, Habi. Tudod, mit csinált? Leszedte a falról a képet, összedőltötte a szállítót, és bezárta az ajtót. Összedöltötte a szállítót, meg leszette a képet a falról, azt eldobta. Lefogta a videó képet a falról. Meg a szállítót felrúgtad. Nem? Nem durva volt a barátnő miatt. Én soha nem mentem neki az Alinak. Soha. Nem. Soha. Nem, tényleg nem tudom. Nem lehetett olyan fontos, ha nem emlékszünk rá. Itt vagyunk Bécsbeti, meg otthon veritek a faszt. Jó, tesszük. Minek mentél ki bolond? Szenvedni? Nem. Itthon is szenvedhetsz Magyarországon. Minden, szerintem minden kapcsolatban vannak veszekedések, ha most na. Persze. Nyilván. Valami nem tudom. Várja, már hol voltunk előtte, mielőtt összevesztünk? Szerintem valami pénzen vesztünk össze. Nekem is úgy rémlik. Ugye? Ha, nem tudom. Valami a pénz, nem tudom. Valami jelentéktel lehetett, csak ugye ő olyan hamar fel... Ja, nem, én már eszembe jutott az, hogy nem vett nekem aranygyűrűt. Na. Azért vesztünk össze, hogy nem vett nekem aranygyűrűt. Valami. De nem hiszem amúgy. Jó van, plázacica. Miért lennék plázacica? Pusztulj innen. Köszönjük, hogy itt voltál. Még pláza, cica azt mondja nekem. Szia, Katám! Szia, Kata! De gyönyörűséges a pici! Imádom, olyan finom lehet, igaz? Azt mondom, hogy az 2017 nők tudjuk azt. Mit csináltam, amit 2017? Tinának van olyan hangja, hogy Hallod? Csak elborul az agya, és akkor nem tudja, mit beszél, érted? Hogy ezt ők is tudják. Nyomjuk már lájkokat, 1051-en itt vagyunk. Kilépsz, megnyomod alól. Én megfogtam és kivittem a stadionba. Nem igaz, én mondtam, hogy vigyél ki. Tudod, hol voltunk? A pólusba. Ázsiában. Ázsiában voltunk.
Én is olyan vagyok, sajnos. Szerintem minden nő olyan. A koskosokkal nem bír. Nagyon illatos. Igen. Mm, jól vagyunk, Katán, minden rendben van. Veletek ti, hogy vagytok a dolog után? Ja, szóval izgatunk, hogy tegnap néztem a Hóemberes videót. Na, úgyhogy ezek vannak nálunk. Amúgy szerintem minden nő ilyen. Hát nem. Ki szokott hamarabb bocsánatot kérni? Én. Nagy esküvő nem is volt. Annál szebb a kibékülés. Ja, de amikor már végighúztam ott a izén, stadionok. Nem, nem, nem mondd már el, légy szíves. Mi? Várjál. Na? Igen? Ha most nem jöttél volna, visszaértem. Hát igen. Az biztos, hogy nem jöttem volna haza. Azt én nem tudom, mit csináltam volna, ha nem jöttél most volna, visszaértem, azt mondja. Igen, azt hittem, hogy nem fogsz visszajönni, azt mondja. Igen, volt. Azt hittem, hogy itt hagytál. Ha nem jött volna, visszaértem, nem. Látom, szánalmas. Már megint itt vagy, hogy... Nem kívánok akad semmit, csak egy nagy lovat. Halád. Azt tosszom mindig, folyamatosan. Tényleg úgy voltam vele, ha akkor nem oda... Minden nő. De hogy várjátok el, amikor fölbasszátok az agyunkkal? Azért nem... Lehet, nem aha. Szívül, hány napig bírjátok, hogy nem beszéltek egymásnak? Az nem nap. Óra. Nem szeretné? Hát dehogy nem szeretnénk, társban van amúgy. Én szeretném. Akkor sok nagyon kemény személyiségek, én is az vagy a kitartás, akinek most a párja. Mindegy. Össze szoktunk veszni amúgy, mi is, azt hiszitek, hogy nem. Minden nő ilyen. Nem minden nő. De. Ó, mert a te izéjeid nem voltak ki, mert oda azt mondtad, mennyi a faj sorokba, megkérdezték, meddje hány percet legyenek ott. Én mondtam, én nem az vagyok. Na, ezt már megbeszéltük. Az ilyen a kapcsolatod, amilyen. Igen, velem meg nem emberek. És amúgy is elmondtam, hogy azokkal 2 évet voltál, velem 12 évet vagy. Akkor nem értelek. Na. Így van, vagy így van? Na. De jókor jöttem. Szia, Andi! Nyomjátok a lájkot, légy szíves. Köszönöm! Az ő nője megkérdezte, hogy meg kusba voltak, meg egész nap otthon voltak egyedül, ezt velem csinálja már meg. De én nem kértem. Papucsok voltak, így jártak. Én nem azért, azért hagytad el őket, mert nem figyeltek oda rá. Ha én nem szegény! Vészkövess, hogy nem. Te honnan tudod? Csórikám, mikbe van? Egyszer mit mondtál nekem? Az igazi, aki nem hagyja magát, jól teszett, Tina. Ó, az meg a... Nem vagy álmos, Szandika. Há, egyszer mit mondtál nekem? Hogy? Hát amikor mondtad, hogy én velem nem tudnád megcsinálni, mert én észreveszek rajtad mindent. Szia, nézd meg, hogy így aludtál. Hol a telom? Igen, máma, olyan hangüzenetet kaptam, hogy elsírtam magam. Zoli, esküszöm. Miért meg a saját csatornát, ha szabad tudni, sokan néztek. Nincs rá se kapacitás, se idő két csatornát fenntartani. Egyet is nehéz, gyerekek, nem még kettőt. Úgyhogy sajnos nem tudtam tovább vinni az én külön csatornámat. Figyeljétek, gyerekek, ezt a hangüzenetet. Reggel. Szia, drága Tidám. Sokat gondolkodtam. Várjatok, mert nem hallani. Nem jobb, Szandi, nem azt mondom. Csak hát... Most mi van a telefonommal? Meghalt? Várjatok már, valami nem jó. Az a másik véglet se jó. Se ez jó, se nem. Sokat gondolkodtam azon, hogy üzenjek neked, ugyanis tudom azt, hogy napi szinten rengeteg-rengeteg üzenetet kapsz, mind az Instán, a TikTokon, a Facebookon, a YouTube-on, amit lehetetlenség nyomon követni,
Én csak annyit szeretnék nektek üzenni, hogy én nagyon büszke vagyok rátok. És nagyon szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy vagy nekem, vagytok nekünk nézőknek. Én azt kívánom, Tina, nektek, hogy ezt soha ne hagyjátok abba, mert amit ketten felépítettetek, az egyszerűen, nem tudom szavakba fogalmazni, hogy ez mennyire példaértékű. És azt kívánom, hogy a szerelmetek soha nem múljon el. Mindig tartsatok ki egymás mellett, jóban, rosszban, ahogy Isten egymást akkor adott benneteket, hogy soha az életben ne válasszak szét semmi. Sajnos nem tudok elmenni a közönség találkozóra, ugyanis 200 km választ el bennünket egymástól, de lélekben ott leszek veletek, nagyon szeretlek titeket, és semmi más nem kívánok az életben, csak az, hogy egyszer tudjak veletek találkozni, egy jót enni, inni, mulatni, és remélem, ha Isten is úgy akarja, akkor meghallgat, és akkor az élet összesodor bennünket. Nagyon szeretlek titeket, sok szép jót kívánok még nektek, és ne feledd, Tina, amit az Isten összeköt, a soha nem szedi szét senki. További szép napot kívánok, szeretlek titeket, puszi! Szia! Na, gyerekek, és ez nem csak egy, ma nagyon sok ilyen jött. Amíg a halál el nem választ. Jó napot kívánok, a halál vagyok. Cigánylányok amúgy is tüzesek. Ez igaz. Csorika, mibe van ez meg? Mi van? Métán, nem? De szép vagy. Tényleg? Hogy tudtak anyádik ilyen tényleg? Szép csemetét összehozni, nem de tudom. De most tényleg? Igen. Sziasztok, kár, hogy nagyon messze vagytok. Tudom, nagyon sokan együnk nétek gyerekek, hogy messze van, de sajnos nem tudunk egész ország területén lenni. Úgyhogy igaz, nekem is örülök vagytok, nekem Tina, Zoli, idén találkozunk végre. Jaj, de szeretem, nézd meg ezt a kicsi babát, nézd meg ezt a pici babát, hogy aludt el. Most küldte az anyukája, hogy nézd minket, és nézzétek meg, milyen kicsi még. Egyem a szívét, ezt ott van előle, a tévé elé van téve. Hát milyen aranyos, egyem a szívedet. Na jó, Isten áldjon meg titeket, gyerekek, mindenkit kivétel nélkül szívem. Ámen. Köszönjük, hogy vagytok nekünk. Hogy aggódtok, örültök velünk, ha baj van, velünk sírtok. Tina, ismered Zoli exeit? Mindet. Hány telefonatok van? 3? De bolondok vagytok, Tina. Miért? Nem vagyunk bolondok, csak nem megjátszott az életünk. És elkezdtek, mindig így vagyunk, csak így. Dehogy is. Nem. Ja, csicsudidúr. Tegnap is ő neki fáj mindene, hagyjam őt aludni, menjek ki tévézni. Ilyeneket beszél. Soha nem mondott ilyet, hogy menjek ki, azt tévézzek egy magamba. Nem. Nagyon fáradt voltam, nagyon álmos voltam. Nem tudok aludni, mit csináljak? Mondom, akkor tévézni. Jaj, Tina, már megint kezded. Tévézni, nincs kedve. Mondom, akkor menjél ki, az feküdj le, azt tévézni, vagy valamit csinálj. Azt még elhúzódik. Elhúzódtam, hozzám se érhetett. Csori. Hát nem is. 10 perc múlva. Azt még odalaktam a Csabi az a lábam, azt még fogta, hogy el ne vegyem a másik lábával. Én már így aludtam. Hát akkor az az álmodban volt. Persze. Hallod, összecsomagol éjszaka is, összecsomagol. Úgy jöhet. Ti nem hogy indult nálatok a videózás, csak úgy élőztél TikTokon, és egyre többen kezdtek nézni. Uh-huh. Hát engem már 4 évvel ezelőtt ilyen 500-an néztek a TikTokon. Most 1000-en. 1002. Mikor, hogy? Ja, kemény mi? Ma is 1100-an végig. Most itt vagytok 1078-an. Úgyhogy egyszer élőben úgy meghallgatnám, hogy... Szerintem megijedné. Mindenki ismeri azokat a szexeket, amúgy a múltat, a jövőt, tényleg szeretek egymást, sajnos nem. De én nem úgy dobálom neki az exet. Nem, tényleg nem. Félreértitek amúgy. Ha dobálja is, hogy ilyen viccből, hülyeségből. Hát.
Most nincs az, hogy mi veszekedünk azt fel, hogy azt mi abból összeveszünk. Soha. Nem. Ne nézzetek már egy kis Pitine. Na, érted? Az elején nem volt fura, vagy nem voltál szép, és nagyon sokáig nem látott mesztelem. Csak sötétbe. Nagyon sokáig. Bizony, nagyon szégyellős voltam. Nem ettem, nem kakítam. Semmi, érted? Semmi! Nem látott mesztelen, én se láttam, én se akartam őt látni. Elvittem őt a moziba, ő nem szereti a nachoszt. Nem szereti a nachoszt, a kukoricát se. Hú, mondom ez a nő. Mi? De akkor még nem ettem soha nachoszt. Hát tudom, most már rá tudtam. Honnan tudtam volna, milyen íze van? Láttam chips meg lecsó. Gondoltam, nem kéne. Mondom, eddig nachoszt. Mondom, van hozzá csípős vagy sajtszósz. Nem szeretem. Liga volt. Most meg így megy be a moziba. Úgy szoktam menni a moziba, nagy nachosz, nagy kukorica, nagy üdítő. Azt elalszok. Igaz? Jól, akik elalszik a film végén meg föltel. Esküszöm, az elején megeszem, mert már az elején megeszem. Tudom, hogy nagy forma vagyok. A chips meg a lecsó. És innen nem ment ki. Semmi. Mondom. Még a Mekibe se lehetett vinni, gyerekek. De amikor az önömmel ismertettem, olyan szégyes voltam, egy kólát nem mertem elfogadni, el akart hívni bárhova, és én is így voltam. Ő is úgy volt. De az ügyben mindenkinél nem fingás, kaksi, tabu. Hát ez most nem van. Nálam az étel is az volt. Azt meghaltam éhen állandóan. Egyszer feljöttem hozzá, sőt egy cigit szívtam. Nekem soha nem volt cigi dobozom. Oda beraktam oldalt, jó van, elég volt 3-4 szál nekem. Szállok le a buszról, vagy vonattal jöttem, akkor na mindegy, szállok le a buszról, rágyújtok, belenyúl a táskámba, kivesz egy cigit, összemorzsolja, eldobja, drága, jó töltött cigit. Ad nekem pénzt, azt mondja, mennyi vegyél magadnak cigit, de vékonyat. Jó, mondom. Még vékonyat. Vettem vékonyat. Ami magában milyen, miben van ez a film? Miben van ez a csáv, mondom, ez így meg akar engem változtatni, mert nem fog. Mégis megváltoztattalak. Mert? Mert nem töltött cigit szív. Nem. Na. De hát mi? Szív van meg akkor is. Már biztos, hogy már nem azért, mert lenézem. Akkor is ilyen megmutassa, milyen volt, amikor összeértem az a rivet. Megmutatom. Nem azért, hogy lenézem, de na. Mert tudom, vidéken ugye az a szokás, mert több kijön belőle, persze, jó, de nincs is... Jó, töltött babeló. Nincs is gond ezzel a töltött. Én hazamegyek, elszívok egy töltött cigit, mikor hazaérek. Mindig. Megmutatom, hogy néztem ki, amikor az Zolival összejöttem. Látod, 2012-ben jöttünk össze. Ilyen voltam. Hát ez ilyen mama nem volt itt se rossz még, nézd meg. Látod, kis segges voltam amúgy, kis stílusos, akkor is már ilyen jó csizsmáim voltak. Jó, hát ezt ne nézzétek. Ez is én vagyok. Nézd meg, milyen sovány voltam. 45 kiló voltam itt. De hogy volt ijesztő? Így néztem ki, gyerekek. Ez volt a tablóképem. A tahóképem. És ez volt a... Na. Ez volt ez a kép, gyerekek. Amikor bejelölt, 2012. júli 27. Ennek a képnek köszönhetjük, hogy Tina itt van köztünk. Na, látjátok, ez is nem, hogy jó segges voltam már itt is. Az volt a profilkép a Facebookon, és azért jelöltem be, csak azért. Nem, se néztem a profilját. Látjátok. Ez már itt én vagyok. Itt még jobb ágyi voltam. Kis vékonyka. Amúgy hasonló volt lánynak a hajam, mint most amúgy. Iga? Hogy vettem föl fehér melltart? Na látod, már itt is változtam. Jó, hát te most akkor ti nem. Na. Így néztem ki akkor, amikor összejöttem vele. Szóval akkor is vékony voltam, csak utána megtíztam. Ja. Megtízottam, megtudonalasztul. Bihany.
Jól néztem ki ott is, nem? Ma akkoriba. Most nem lehet képviségből. Ja, fénykorom. Na, most öreg vagyok. Milyen volt az első találkozás? Hát, nagyon semmilyen amúgy. Őszinte vagyok. Na, megmutatom a budapesti jó közös képünket, gyerekek. Nézzétek meg, ez volt, várjál, mikor volt? 2013, már akkor itt laktam vele. Itt voltam már akkor vele, látjátok? Így fogott a bolond a hősök terén. Ott is a Nike cipője. Gyerekek. Milyen Nike cipő? Hol? Látjátok? Ja. Itt volt ilyen, na itt. Ezt ő vette ezt a ruhát nekem akkor. Tőle kaptam. Emlékszem. Milyen cigányos volt? Itt iskolába jártam, középiskolába. Mennyi idő után feküdtünk le? Egy év után. Az igaz. Itt iskolába voltam. Jártam jó iskolába. Ezt is az Ali vette ezt a ruhát nekem. Látod? Ezt is az Ali vette nekem ezt a ruhát. Ez dedög voltam. Ugye? Ja. Ezt is ő vette nekem. Jaj, de kis szar voltam. Ja, itt már itt laktam, és itt vitt le elsőnek a családjához. Itt mutatott be elsőnek a családjának, jaj, mindenkinek. Igen. Itt a manyi, drága manyikám, de szép vagy kincsem. A jó Isten áldjon meg téged. Nagyon szeretlek. Na, itt már itt is a mama is, itt Barbie cipőn voltam, hogy... Azt még abban ment iskolába. Barbie cipőbe. Na itt van, tessék, így nézett ki a Zoli, mikor megismertem őt. Tessék. Hát ez nem olyan amúgy, ez nem. De, mert itt van 2013. július. Itt már egy éve ismertük egymást, és így nézett ki. Nagyon savány volt amúgy, igaz? Hát igen, mert az az, hogy nem úgy főztek, ahogy kellett. De hogy nem. Itt a kucó a Móninak a testvére. Én vele nőttem föl, gyerekek. Vele. Látjátok? Ő az, aki meghalt. Akit meggyilkoltak. Bizony. Én velük nőttem föl. Ő szerelmes volt belém, meg apujék őt akarták amúgy igazából, hogy ő legyen a... Úgy hívta aput, hogy apósom, de semmi nem volt köztünk. Mert én úgy néztem rá, mint a testvéremre, érted? Együtt nőttünk fel. De a szép legény volt, azt írják. Meggyilkolták, igen. Igen. 5 évvel ezelőtt. Pont lent voltam. Na gyerekek, az engem úgy megviselt a halálesete, hogy... Felfogod? Nem mertem elmenni a temetésére? Elmentem, de nem akartam, meg féltem a koszorújától. Tina, bátor lévő butha honnan van? Melyik? A Krisztiánt, egyik nézőmtől kaptam. Jó lehet, gyerekek, leszünk, jó főző. Így van, nagyon szép volt a Tina, és most is. Nem a mesébe, Krisztián, tényleg megölték. Az ártatlan tekintet a Tinának most meg. Na, fejtsd ki magad, légy szíves, jó? Na, igen. Ezt most mire mondod? Jó beszélsz. Én akkor is pacek voltam. Jó beszélsz, Szilvia. Akkor is pacek voltam amúgy, anno. Gyerekként. Na, most megnézem, van-e valami videónk? Videó nincsen. Tudnék el benne? Már itt is 1694 ember követett annóba. Ja, messzebben, ja igen. A legjobb szó, hogy én is azt mondom, de hogyan ölték meg is? Fejbe szúrták késsel. Fejbe szúrták késsel. Ott kisfaim voltam, most nagyfaim. Ja, Szilvi, Istenem. Igen, ott még ártatlan voltam, úgy, ahogy mondod. Már megnézem.
Én akkor hívtál meg, amikor már Zolival, igen. Aha. Amikor velem összekerült utána. Nézzétek meg, itt kaptam a bizonyítványomat. Látjátok, itt is ez volt a legjobb barátnőm, Szintike. Itt kaptuk a bizimet, itt ballaktam a 8-ból. Álltak még, itt a mami, fény, jaj, ez én vagyok. Itt van, nézzétek meg, ott is milyen vékony voltam, milyen belesességes voltam. Itt is egy csóris kép róla. Ja, ez is egy csóris kép, itt anyósomat vittük a fogászatra. Itt van szép anyám. Milyen szép nekem, nézd már meg. Szép vagy nekem, kedvesem. Itt van Mézike, fénykorába. Így teszem. Most már láthatjátok, itt hallod, órákat kergettük, hogy azt fel tudjuk őt szedni valahonnan. Órákat. Ez 2016-ban volt, gyerekek. De szép. Nézzétek meg Mézi babát. Ugye már itt is nagyban isztunk akkor. Már itt kövér voltam, látod? Már kövér voltam. Mari fénykorába. Milyen fiatal volt azt. Amúgy nem sokat öregedett a Mari, szerintem. Itt volt a... Hanyadik szülinapon volt itt? Várjál, nem tudom. Itt a 19. születésnapon volt. Ó, de itt volt, itt van a Tibike. Akkor várjatok. Ugye a tortáim. Ugye ott ült a kucu. Szegény Isten nyugtassa őt. Itt milyen szép virágot kapott már akkor is a mama. Látod? Szüli napomra. Itt van a Tibi. Már itt is imádoltuk. Már itt is szerettük egymást. Itt a Móni, Szlucska Maunika, itt van a Kevin. Még akkor nagyon pici volt. Amúgy a Tibi is mennyit komolyodott, gyerekek, most, ahogy így elnézem. Úristen. Á, nézed már, bolondik szemöldön. Tovább nem mutatom, mert kész vagyok. Á, Dik Zoli szemöldök, Dik. Azt a roha! De durva! Móni se változott. Nem sokat. Azt a... Komoly voltam, nagyon. Nagyon. De már itt a mamának már akkor milyen szép póthaja volt, látod? És Zoli, mit szólt az elhízásra? Sem. Nem. Itt? Soha nem izéltem, hogy mi állj, most kövér vagy, akkor mi valami... Nem. Kezdj el fogyózni, semmi. Nézzétek már a Milumat. Á, Istenem, milyen szép volt a kincses ládám. Jaj, de szeretem őtet. Első működmöm. Fúj, dohos volt. Te. Kinevet a saját magát. Há. Tényleg. De videók hogy, hogy nincsenek? Vagy volt egy csomó videó. Itt van. Jól vagyunk, kaszinó, köszönjük szépen. Itt is már milyen szép volt hajam volt, nézd. Ugye? Itt már szép volt a hajam? De nézd meg, milyen kevér voltam. Figyeljétek. 2017. Nagyon kevér voltam. Dik az comb. Combom Dik. Ja. Nagyon kevér voltam, gyerekek. Egy két asztal összetéve. Milyen jó forma volt itt, azt a minden. Nagyon. Itt voltál legjobb formám, hogy ja, testvér. Nézzétek meg! Ott nagyon pacek voltál, Zolikám.
Vissza kéne ezt hozni, de hát ez nagyon kemény. Ebben nagyon kemény munka van. Az ott tiszta izom volt. Iszonyat munka van egy ilyenben, gyerekek. Nem lehetetlen. Izmos, ja. Ott tényleg tiszta izmos. Mert ezt egy ilyen 6-7 hónap alatt föl meg lehet csinálni egyébként. Nem lehetetlen. Én 90 kiló voltam. Akkor is szép voltál, és most is az van. Ó, köszönöm szépen. Formás villanyoszlop combok. Bunkó. Viába csúfolsz, de most meg modell testalkat, tesom. Érted? Az igen, de annyit kell szenyergatnod magad. Az biztos. Addig 6-szor elválunk, még olyan lesz. Nézd meg, te. Hát csak, ha mindenki csak kasból szeretne, de olyan ugye nincs. Hízásra, peritolt, házi orvos kiírja. Legenda. Van ott valamikor. Hát ti nagyon ügyesek vagytok, amit akartok. De járok, most kezdtem el. Olyan köcsög, azt most is hallod, eljár nélkülem edzeni amúgy. Mert nem képes hazajönni a munkából, azt elvinni engem is. Mert te nem vagy biztos ember. Adjad már magad! Sunyi, rafinál, csak már haza... Jaj, nézed meg, ismerlek! Nem biztos, mert ha valaki... Én szedtem a paritolt, amikor lefogtam 45 kilóra. Most érted, hazajövök... ellustít engemet, ugye? És mindent akkor már, rám fog! És akkor nem megyek edzeni, úgyhogy haza se jövök, a munkából megyek egyenesen edzeni. Ki vagyok tőle? Mindent rám fogol! Miért nem marad úgy az ember, hogy tetszik magam? Mert eleresszük magunkat, Szandi! Ha jól nézel ki, akkor azt jelenti, hogy jó van, itt a nyár, végig zabálod, akkor már végig zabálod a telet, a karácsony. Azt észreveszed magad januárban, hogy plusz 10 kiló, 12. Bizony. Á, már kiette a só a száma. Zoli, vannak edzés előtti... Egyszer, jaj, azért tavaly. Imike vetetett, vagyis vett az Imike, együtt jártunk edzeni, valami pörgető gyerekek. De én majdnem kórházba kerültem. Nagyon rosszul volt tőle. Én azt hittem meghal. Ha jön haza, azt mondja, hogy nem tudja, mi van veled, de nagyon rosszul van. A semmi. Ott, amikor megittam. És rá egy ilyen 15 percre, 15-20 percre. Hallod a pólóján? Láttad, hogy így, a szíve. Már majdnem mondtam, hogy hívjatok mentőt, úgy voltam. Le kellett ülnöm az edzőterembe, nem tudtam semmit csinálni, remek. Mert ő ugye nem kávézik, semmi ilyesmi, ugye, és ez meg a és abból is a szívet. És abból is a legerősebb volt, ilyen fekete, nem tudom mi volt. Sák. Ja, mondom, hogy sák. No, no, az no. Volt a neve, sák. Soha többért az életben nem kell. Én maradok a kajánál, azt ennyi, nem kellnek nekem ilyen szarságok, de hogy is. Nem L-karnitin volt. Sász, az aha. Volt. Ja. Sász, igen. Hú. Na, Szandi, kemény volt. Nyika, Szandi, marad. Nem állt jól a Szandi. Most sokkal szebb van. Hát még öregebb itt. Nagyon. Hát azért nem. Hát dehogy mondjuk nem. De. De most sokkal szebb van. Ez nagyon nem jó. Nem. A Zolinak se jó, mikor lefogy a feje. A feje megy rá szegénynek. Ja. Így megizélődik, hogy így... Igen. Az jó, 15 évesen 60 kiló vagyok? Milyen magas vagy?
És lecsó hozzá. Nem olyan? Nem kell nekem. Hát nagyon nem jó pedig, Szandi, ne haragudj. Mindenki úgy, hogy ahogy érzi magát. Igen, én nem érzem magam így jól, ezért teszek ellene. Nekem még 8 kilomot kéne leadnom. Az... Nem szeretem a nachoszt. Elmondom neked, az 2 hónap alatt meg lehet csinálni. A 8 kilót. Lazán. Ja. Heti 1 kiló fogyás, az a normális. Ha... Olyan erős? Elcseréltük. Pedig épp azért vitted vissza, hogy az édeset hozod. Kóstold meg! Ízás, eddig szedted. Én? Meg fel nem híztam. Jó az a pelisztor, csak álmos vagy tőle. Chanel. Ez tényleg erős. Különös a lila csomagosat kóstoljátok meg. A dualitásból az a baj, ez citromos. De tudod, mikor vagyok bajban? Amikor jönnek a női bajok, össze visszaesek minden. Uh-huh. Chavalier Romale. Nyilvánvaló édeset a sósra, sósra az édeset. Én is így vagyok. Hú, de erős. Hú. Még a Zoli megeszik egyet, én megeszek 10-et. Kérdez, nyugodtan, Laura. Szia, Szilvi! Szia, Szilvika! Nem, az nagyon finom. Igen? Ugye ez is erős, ez is. Hot. Hot, erős. Nagyon szeretitek el. Nyomjuk a lájkot, gyerekek, 1100-an vagyunk, légy szíves. Én egész hónapban úgy vagyok édes, a sós után a sósra édes. Én ugyanígy vagyok. Szeretik a csíp... A csípőset igen, de már nagyon erősek. Milyen szósz a neve? Szalsza. Ez a szalsza. Spáros szalsza dip. A benzinkútam vettem el. Sziasztok. Jól vagyunk, köszönjük szépen, hogy 100 cm magassághoz 60 kiló az jó. Szerintem jó. A Chavale honnan jött? Az egy cigány szó. Kedves Laura. Hát nagyon erős, nekem már nem kell így estére. Én azt hittem, ilyeneket nem eseltünk, hogy ilyen jó sovány vagy. De csak ennyi. Látod? Most, hát megkóstolom. Hú, ezt a próbáját csináld meg, mert káosz van. Harapjál csak ebbe a kis csokiba. Még a fagyzom. Guilty dear! Hi, brother! Zoli, megjel 15-re cserélni a... Telefon engem le akarnak veszni, 13-ban, pedig szeretném majd. Figyelj! Én 12-ről cseréltem a 15-re. Szerintem a 13, hát sok, hát sokkal jobb. Azt mondom, mert szerintem meg, igen, 13-ra már érdemes 15-re váltani. Nekem mindegy, nem vagyok nagyon csak is. Na! Jól laktam. Tedd meg azt, csak itt már nekem nem kell. Hol kell nekem? Sok tisztítószerrel puszi. Ja, sok tisztítő. Külön vannak zárva. Külön szentén van. Jász, egyébként meg ezt a zárkoszt igaziból. Mi van? Állandóan le van menüve a gyászba.
Komolyan mondom. Ennyi. Egyszer, de akkor bolondosan. Már nem eszek elég volt. Mikor lesz a party? Hát DR valamikor nyáron, nem jössz? DR. De nagy lenne eljönni mi DR. Sokan mondják, nem sok különbség van közte. Én örülnék, ha DR eljönne. Így van, nem szabad nagyon komolyra venni semmit. Hát nagyon nem, így van. Egyszer élünk, basszus. De akkor nagyon. Nehogy már még éhezzek azért, mert most izé... Folyam, hogy jó alakom legyen. Ma úgyse kell nek a kutyának se. Jaj, kínos a Balenciaga táskát, honnan tudom? Balenciaga. Nekem nincs egy Balenciaga táska. Balenciaga. Na jó, csirkeláb, gyerekek. Lücsóval. Jó étvágyat mindenki. Jó lenne ott lenni, de innen túl. Tudom. Jó. Ti nem is jártok egyáltalán Magyarországra, DR? Pedig tudsz magyarul. Ja, hát persze, magyarul érsz. Na, augusztusig eldöntöm, ha műszöki is úgy akarja. Az igen, nem mostanában láttalak ennyit enni, de jó látni. Mi sokat eszel? Hát most azért eszel. Elevest is evett amúgy. Nagyon jó étvágyat, Tina, egészségedre. De azt mondjad, hogy amikor költöztünk, szinte nem ettem. Le vagyok fagyva. Nem van egy jó szaftos, jó lecsó. Műszaki, a műszaki vizsga. Mi, lejár a műszaki? Jerseyből sokan jártunk magyarba. New Jersey-ből? Nekem nagy álmom, hogy találkozok veletek, csak titeket nézek, de nagyon messze vagytok. Hát tudom. Tina mellett megállni, hogy ne egyél lehetetlen. Bocsi. Milyen napunk volt, Keti? Hát, fárasztó. Nekem legalábbis. Neked milyen napod volt, Keti? Te voltál iskolába? Majd le, érzem, bele fognak köpni valamivel. Hozz föl, Szilvi, majd elviszem neked. Áttolom a vizsgán. Tényleg van ismerős, ha kell. Sziasztok, szép jó estét. Szia, Csilla. Nem kéne azt a kuplungot úgy égetni annyira. Hát igen. Emlékszel rá, hányszor írtál nekem, amikor tetted le a jogsidat? Veled eszek, Tina, meghozod az étvágyam. Mit eszel, kaszinó? Nagyon erős, hogy... Erős? Nagyon. Kell? Nagyon. Kóstol már meg. Szerdán végre már nekem is lesz pillám, már decemberre otta nincs, meg vagyok halva. Hogy ne emlékeznék? Tudjuk, hogy a Tinám. Köszönöm. Hát ennyi. Ezek vannak, gyerekek. Voltál kirándulni itt? Hol? Nem szóltál, Keti, vittem nem, volna, volna hozzá. Zsíros kenyeret neked, vittem volna. Melyik live-ba aktivisztetek? Hú, amikor itt voltak a Ketiék, nem tudom már, nálatok is könnyű jogosítványt kapni. Hát nem. Nem, nem olyan könnyű, hát tanul, mindenhol tanulni kell. Hát csak jó, drága. Már itt. Most szerintem én minimum 5 kilóba benne van. De jó, hogy leraktam a jogosítványba, de. Szia, Zsuzsika!
Emlékszem, amikor én leraktam, kerek 100 000 forint volt. Összvisz. Ma akkor. Milyen edzést ajánlott a 15 évesnek? 15 éves fiú, lány. Ó, még nem eszi kamerával a lábat. Szégyeled a lábat? Nekem 700, jaj, mit csinálok, kinek jut csak valaki. Hívtalak, nem vetted fel. Mikor? Engem? Vagy az Adit? Engem biztos, hogy nem. Tessem, le akarja rakni a nagy motor jogsi, de az is... Hú, nagyon drága. Nálam itt a jó oktató nehéz kifogni. Én 14-es vagyok, Zoli, és lány, milyen edzést ajánlasz? Hát 14 évesen miért akarsz te még edzeni? Jó, nem azt mondom, hogy ne edzél. Hány kiló vagy, attól függ, van-e túlsúlyod, testzsír százalékod mennyi? Ez sok mindentől függ. Mi a célod? Hát jó, drága, itt is igen, drága. 100 000 Krisztián. Ja, nekem is kerek 100 000 volt. Igen, kell díjjal, orvosi, igen. Hát eleve úgy kezdődik, addig be se tudsz iratkozni, amíg nem viszel egy orvosi igazolást. Ja. És ebben csak egy bukás volt benne. Téged hívott. Engem? Nem is hallottam. Itt nálunk. Nem kell nálatok díjjal? És ha valaki rosszul lát, és olyan megy el. Vagy tudod, ilyen látást izélnek, meg mit tudom én. Te Krisztián, az Olival vagy egy idős, mi? Nem számít, az komoly. Tesszámnak biztos könnyű lenne már anno jogsi, traktor jogsi, kamion jogsi, és megvan meg teherautóra is. Az komoly. Itt kell orvosi elsősegélyvíz. Igen, itt minden kell. Tina, mi volt a legnagyobb motiváció, amikor elkezdted a diétát anno? Hogy vékony legyek. Vacsisztátok már, tesó? Én már vacsisztam. Én vettem magamnak egy SS ruhát, és addig nem adtam föl, míg bele nem fagytam. Én 12 éves korom óta edzettem betegesen, testképzavarom volt, nagyon már jól érzem magam, de néha rám tör. Hát igen, ez a testképzavar, fogyni szeretnék, 17 éves vagyok, 30 szeretnék fogyni valami tipzoli. 30 kilót? Miért úgy áll vagy hízva? Akkor elég komplikált. Hát itt igen, Diar, itt elég komplikált. Meg most már izéhez akarják majd állítólag hozni. Érettség, beszélnek ilyet. Köszönjük, Zsolt. Sziasztok, többször visszanéztük a múltkori live-ot, annyit nevettünk. Ja, 170 magas, 60 kiló és 15 éves lány, milyen edzést ajánlasz? Hát szerintem kardió. Nekem is vannak SS ruháim, itt sírnak a szekrényben. Na! Jól vagyunk, Zsuzsika, köszönjük szépen! Hát akkor hagyd sírjanak tovább, Szilvi, vagy tegyél ellene, azt akkor majd te sírsz. De az is te voltál. Sajnos örököltem a súlyomat, és leszeretnék fogyni. Hát ez hülyeség, hogy te örökölöd a súlyodat, mert valószínű több kalóriát viszel be, mint amit elégedsz. Tehát többet eszel a kelletténél, és azért hízol meg. Ó, de jó volt! Csirke lába tevet lecsósan. Jó volt. Jó esett, nagyon. Nekem is nem, mindig megy a live. Megy, ja, de most már szerintem... Igen, még elviszem gyorsan a farkékat, meg a szemetet. 3 évig vezettél jogsi nélkül, azt komoly? Én nem mertem ilyet csinálni.
Alig eszek. Nagyon sokan vannak ebből az, hogy alig eszem. De ha te azt utána kiszámolnád, amit te eszel, hogy ez hány kalória, szerintem lehet égnek állni a hajad. És te azt te belül azt hiszed, hogy én alig eszem. Na de mit eszel? Lehet megeszel 1800 kalóriát egy nap, érted? Gyere, Mézi! Fáradtak vagytok? Igen. Szerintem most már kapcsolják kis gázt, jó? Mert én már fázok. Előbb bekapcsoltál és kapcsolt. Nincs. Ami hány fok van benne? Hát onnan tudjam, de hideg van. Gyorsan leviszem a farkiékat. Sokan vezet, de vegyél fel kabátot. Hát nyilván. Hideg van. Tina, képzeld, meghalt a 11 éves Taffy kutyánk a gyerekek kulcsira. Jaj, hiszen! Jogsi nélkül vezettől is még dicsekszik is vele, Krisztián. Na, bátor volt a fiú. Ne kövessétek a példáját. Bátor volt a fiú. Én soha nem mentem jogsi nélkül vezetni. Soha. 17 éves kis vagány. Jó, persze. Így van. Gyere, Mézike, gyere, megyünk pipini. Gyere, jányom. Fiatal volt. Hát persze, ez most mindenki. Rajtam nem ment, tehát hál' Istennek. Én nem voltam annyira merész. Nekem a Tina a motiváció, amikor mentek az Ázsiába, aztán próbál mindent jól el neki. Értem, én persze csirkét eszek, de sehogy nem tudok lefogyni. Nem attól fogsz lefogni, mert csirkét eszel. Magába eszed a csirkét? Vagy mit teszel hozzá? Mit iszol? Hány lovas az Audi, tesó? 2.39? Gyárilag. Gyere, fiam! Na, de ez nem jön le, mi? Nem, vigyed a farkit. Akkor tedd már ide rá. Nem tudok annyi minden. Fú, ne idegesíts ezzel a lustaságoddal, hogy fogjak annyi minden? Elmondod? És én is le tudtam volna vinni reggel a szemekre. De Zoli, kaja van benne. Na. És majd hogy nyitogatod ki az ajtókat végig le? Elmondod? Akkor... Az ujjam. Akkor majd tud egyre leviszem. Majd tud, mert egyre leviszem, de így talán könnyebb. Leszakad. Dehogy. Te meg ne lejj meg, Gémá. De van, zárva szerintem. Büdös hús, miért nem mész le magadtól? Na, viszlát. Várjatok, itt vagyok, gyerekek, csak minden most jut az eszében, nek is. Na, itt vagyok. Ajjaj, kezdődik ilyen a párkapcsolat. Én nem dicsekvésben mondtam, itt csak őszintén be. Így van, nem baj az. Nem baj az. Hát mindenki csinált hülyeséget szerintem fiatalon. Úgyhogy ezzel nincs. Zoli profi szakértő, nem, ha valami édeset kívántatok, akkor mit tettetek diéta alatt? Egy pinta a mértéktől függ, gyerekek. Ehhez te csokit is, nem kell egy táblacsokit megenni. Letörsz egy négy kis kockát, elég, ennyi. Nem kell egy doboz chipset, vagyis egy zaskó chipset megenni. Belemarkolsz, megeszel egy marékkal, semmi baj nem lesz. Nem fogsz elhízni. Itt minden a mértéken függ. Zoli, ne helyeseld. Én mit nem helyeselek? Nem helyeselek én semmit. Ja. Igen, a matek... Nem szabad zabálni. Így van, jól mondod, nem kell zabálni. Itt minden azért van, mert ugye sokat eszünk, tudod? Sokszor keveset, így van. Persze. Most már én is úgy vagyok, hogy ma ugye ebédre hoztam bulgurt,
rántott mellett, csirke mellett, és ezt kettőbe ettem meg. Szóval nem úgy, mint eddig, hogy megettem egyszerre. Érted, nem laktam jól, de ettem, már nem voltam éhes, meg a felénél megálltam. Utána ugye elmentünk valahova, mit tudom, elmentünk vásárolni, 2-3 óra múlva hazajöttünk, és akkor megettem a másik felét. A kajára. Ennyi. Meg ugye itt a mozgás, hogy tényleg mutassa meg mennyit is mit főz neked. Holnap izét csináltatok vele. Ilyen káposztát csirke mellett. Azt én is csinálom, hogy lefelezzem, aztán egy-két óra múlva megeszem. Igen. Igen. Először mindig így kezdjétek, gyerekek. Annó is, amikor 150 kiló voltam, akkor is így kezdtem, először megfeleztem mindig az adagjaimat. És 2 liter víz naponta. Így van, nagyon fontos az anyagcsere miatt, hogy begyorsítja az anyagcserédet, kell a víz. Mert ugye úgy fogysz le, hogyha ugye pörög az anyagcseréd. Az nagyon fontos. Hideg van? Ó, nagyon. Meghaltam. Akkor adjam fel a kajat. Hát igen, mondtam. Szárazon nyersen mennyi rizs? Hát én 200 grammot szoktam enni főve, amikor már megvan főve. De én 200 grammokat szoktam megenni. Az a lényeg, gyerekek, éhezni nem szabad. Milyen hideg van most nálatok? Hát reggel majdnem mínusz 9 fok volt itt. Gondold el, az Audi hófehér. Hófehér az Audi. Igen, Keti. Mit főztetek? Csirkelábat. Na, akkor teszek rá. Mennyi 24 fok, jó? Hú, nagyon fázok. Nagyon hideg van kint, hallod? A fekete kocsi tiszta fehér. Szandi, te toppon vagy most is. Szerintem is. Neki is testép zavara van. Hány fokra? 24. Aztán majd le kell vennünk, mert meghalunk este, nem meleg van. Én amikor koplaltam, Hüsszén Jäger, nagyon ügyes vagy, már fel is érte Tina. Persze, csak pisítek, kidobtam a szemetet, mert volt benne kaja. Na jó van, baby. Hát te nem beszél, már megyek, mert... Megyek én is. Reggel munka, korán kellek, fáradt is vagyok. A gyerekek... El kéne mosni ezt a 2 tányért gyorsan. Azt csinálsz, amit akarsz. Engem nem érdekel. Már holnap is megvált. Én már megyek, gyerekek, befekszek az ágyba, ne haragudjatok. De köszönjük, hogy tényleg ennyi. Várjam, mert gyorsan elszívom úgyis. Ennyien itt voltatok megint. Nézzük el a drága gyújt. Ja, ezt láttam. Azt nem szóltál? Nem. Néztem a pillás videót, nagyon szép lesz. Igen, nézzétek, megkérhetek, és tényleg olyan tartós. Hát január előtt, és december előtt, karácsony előtt voltam a pillásnál, és most oldotta le tegnap. És most ilyen lett. Kicsi piros itt a szemem, tudom alul, de... De mindegy. Hú, de fáradt vagyok amúgy. Tényleg. Saját magamat kicsinálom, érted? Holnap megpucolom ablakokat. Elterveztem. De hova lett ez a kis lehúzó? Jó piros a szemed, ja. Nagyon természetes, ugye? És köszönjük, jó pihenést mindenkinek. Köszönjük, Szilvi. Told el, Szilvikém, a biciklidet. Szerintem is. Nagyon szokik vagytok. Köszönjük! Toljátok el, ti is korán keltek reggel. A lájkokat ne hagyjátok le. Aki megnézés a végén tart, az is nyomjon egy lájkot. És akkor holnap benne vagytok egy behívós lájkba? Úgyse jönnek be. Na, most addig maradunk. Benne vagytok, vagy nem?
GTDR, mennyi az idő nálatok? Köszönjük GTDR, hogy itt voltál. Visszaszámolsz 6 órát. Szép álmokat kívánok nektek és benne. Na, az be is jön valaki, amúgy? Igen, mert nem mertek bejönni. Mert múltkor se akartak bejönni. Benne fél vagyok. Kettő, de jó. Oké, hogy benne vagytok, de be is kéne jönni azért. Aki nem tette meg, az csatlakozzon a kis család csoporthoz Facebookon. Tina Zoli kis család, úgy találjátok meg. És akkor ugye onnan hívjuk be majd az embereket. Olyan kéne, aki még nem volt benn gyerekek, hogy megismerjük egymást. GTDR, te is bejöhetni, hogy megismerjünk téged. Szégyenlős vagyok. Nem tudom, miért nem jön be a Krisztián is. Szilvike, te is. Te csak így inkognitóba vagy, Szilvike. Legalább vagy a moderátoraink bejönnének. Jó, egyik se. A Krisztián is, az is inkognitó. Makavelli is csak inkognitó. De hogyan? Jó, szia, Makavelli. Úgy GTDR, hogy én be tudlak hívni téged, mert de van, nincsen de van YouTube csatornája. Tegnap néztem a videóidat. De nem a YouTube-ról hozzuk be az de még be lehet hozni valakit, nem? Nem. Van olyan, hogy közös élet. De jó, vagy csak olyan kéne, aki még nem na, volt. Téged de. Már ismerünk, Szandika. Olyanok. Jaj, szia, Ildikó. Gyere be, te is kótásó, te is bejöhetsz, Makavelli is bejöhet. Gábor majd, vagy hívhatlak még? Később most felhívhat? Gyertek be, Makavelli megint lemaradtál. Zoli, jó bírod felé fáradt. Köszönöm szépen. Milyen kis családom. Majd én belépek tesó. Na kíváncsi leszek rátok holnap, persze. Hívhatok. Jó, oké. Okay. Kíváncsi leszek rátok, tényleg gyerekek. Gyertek már be. Ne szégyellősködjetek. Tudom, hogy sokan néznek, de ezt vegyétek be. Besimán, ha elkapom az élőt. Tényleg bejönnék a tóka. Na, látod, ezt már szeretem. De jó. Na, holnap mikor? Mondjuk GTDR, gyere. Amikor itt 8 van. Itt, amikor 8 óra van, akkor gyere be, hívd be anyádat. Anyút, és téged, Marika. Hogy nézel amúgy, Marika, még mindig? Na, mindig néz. Tudom, hogy mindig néz, nem szokott kommentölni. Nem ír be. Miért nem jöttél csirkelábokat enni? Akkor itt dél van. Na, az jó neked? Nem. Facebook, Tina Zoli kis család. Oda jelentkezzetek, én visszafogok mindenkit, beengedek a csoportba, és akkor ott is indítunk egy élőt. És ott is megy az élő, meg itt is megy az élő. És akkor ott a Tina, most és beszélgettünk, és akkor én megmutatom. Velem beszélgetel, hol lakol, hány éves vagy, mióta nézel, ennyi. Alapvető dolgok. Nem fogok olyat kérdezni, hogy mit dolgozol, persze. Milyen a családi állapotod. Miért kakiltál. Mit kakiltál, mit fingottál. Szilárd, bőséges-e a kakit, meg ilyenek, nem. Csak simán. Ha nem fekszel le, és nem alszol. Én úgy, majd kíváncsi vagyok-e. Érted? A szuper. Na úgyhogy Facebook, Tina Zoli kis család. Akkor még nem vagyok benne, szerintem lépjél bele. Sajnos már nincs Facebook. Ó, Géti, miért veled vetted le a mert moderátort? Nem vagy lekofozlak. Marika, tegyél le valamit az asztalra, és akkor visszajöhetsz. Géti, Dián, lesz egy kérdés, hogy hívják a kutyátkat? Igen, lesz egy kérdés, igen, és meg kell válaszolnod, hogy hogy hívják nekünk a két kutyát, és úgy tud csatlakozni. Nem találok kis. Várjatok, még ezt mutasd már meg. Tina, Zoli, kis család, csoportot keres. Szerintem az elsők mi leszünk. Itt van. Mutissam nektek. Itt van Tina, Zoli, kis család, 5900-an vagyunk benne egyébként meg. És itt ilyen sütemények, skiflik, a mami sós skiflit sütött egyébként. Nem is láttam, jó? Paradicsomos káposzta. Jaj, mami. Írtam oda, holnap megyünk. Azt mondja, hogy már csak a gyerekeknek van. Hadd egyenek a puják, szeretik, nagyon már kevés van. Na várjál, mami. Itt vannak az ételek, ilyen köszöntősek, úgyhogy ebbe légy szíves, csatlakozzatok be, kedveseim. Azt innen behívlak. Zalika, majd holnap megbeszéljük. Jó. Mert nem volt aktív, és aki nem aktív, az... Sipirc volt Mária. Na jó, van, nyugodalmas, jó éjszakát mindenkinek, még Zolinak telefonálni kell egyet, úgyhogy vigyázzatok magatokat. Ja, akkor holnap találkozunk, gyerekek, akkor 8-kor, jó? Este 8-kor legyetek itt, és gyertek be, ne szégyenlőségek. Csatlakoztam, oké, visszafoglak... Aha, itt vannak. Befoglak engedni. Kitti Szabó, Nikolett, Szilvia.
Claudia, Koltai Jenny. Vannak egy pára. Jó van, itt van. Na jó éjszakát nektek, sziasztok! Sziasztok! Hello, 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 hello! Facebook!